Ladies and gentlemen, üdvözlök mindenkit a Bölcsész Klubban, sziasztok! We are back! We are back! Még nincs bekötve. We are back! Hey. Hogy mind mindenki, it's the poodle nude. Up in this bitch, gyerekek. Straight up poodling. Csodálatos, hogy itt vagyunk újra. És szerintem hallotok is, és láttok is. Uh... Így van. Hello! Hello! Ú, uh, most nagyon sok feliratkozónk lesz, mert egy hónapja nem vagyunk itt. Úgyhogy mindenkinek meg fogom köszönni. El elnézést, hogy gyorsan. Ákos, 24 hónap. Pingvin ember, 16 hónap. Melyikó? Hó? Köszönöm a 26 hónapot. Csamik is 26 hónapja van. Rima Ron. Welcome back, my lord. Hát itt vagyunk. Malter Biggest Spy, Fokhagymas Sneaky Fox, Anosius, Haroldina Inspector valami kellett, Bokri, Csízi, Ripalmira és Sunamun is itt van, gyerekek, köszönöm szépen, hogy itt vagytok. Nem kell feliratkozni, de nagyon örülünk neki, hogy végre együtt lehetünk. Végre együtt lehetünk. A franc egye meg, mit chosen van, Carlos, nagyon köszönöm a feliratkozókat. És Sajó Solya is itt van, 20 egész hónapja. Jól áll a szakál? Ne hazudj! Még, még csak most jöttünk vissza, ne hazudj! <laughs> Elmondom, mindenről fogunk beszélni, de, de, előre szólok, srácok, ez egy filmhír stream, úgyhogy külön streamet tartunk a kaminóról, elképesztő történeteim vannak, de arról külön streamet tartunk, mert különben sose beszélnénk a filmekről, most belekezdünk, úgyhogy az majd jövő hét elején lesz. Egy szarvú malac, köszönöm szépen a 100 esz? csírt! Haroldina, köszönöm szépen a bites csírt, remélem, hogy mostantól szuper szexi szakáll lesz a szexepillet, nagyon kedves vagy, és köszönöm, de holnap le kell vágnom, el kell tűnnie, mert Forbes fotózásra megyek, és nem nézhetek ki úgy, mint egy battle csöves. Egyszerűen nem nézhetek ki úgy. Úgyhogy le kell vágnom, de még ma gyorsan tartottuk egy streamet, hogy lássátok, ez az, amit egy hónap alatt tudunk csinálni. Smilán, köszönöm szépen a Prime Subscription-t! Igen, lesz Thunderbolts, gyerekek, megnézzük ma a trailereket, megbeszéljük ma a híreket. Lesz itt transznemű uh, üzé Stormtrooper a Star Warsból. Lesz itt remékek és, és remixek és újabb szörnyűséges filmhírek és lesznek trailerek is. Kíváncsi műsort is tartunk, amit szeretnétek, azt megnézzünk. Dina, köszönöm szépen a 100 bites csírt! Harold köszönöm szépen a még 100 bites csírt! Jézus már Dina és Harold Dina, nagyon szépen köszönöm a támogatásotokat. Kamino kibeszélő szímszínem az lesz holnap. Lesz sok hír? Lesz, lesz. VR Pistinek lehet címlapos szakáll, akkor neked is. A VR Pisti az... Egy nagyon szexi férfi ember, de neki, neki az, 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 az a, módjába tök jó beleillik, én úgy nézek ki tőle, mint egy csöves, nem úgy, mint egy menő debreceni üzletember, úgy nézek ki, mint valaki, aki <tosz> nem akarsz menni pár doboz gyufát, értetek? De köszönöm szépen, én, nekem is alapvetően tetszik, az hiányzik, hogy itt egy kicsit gazdagabb legyen, ezzel majd dolgozunk. Gunter Studio, köszönöm szépen a 245 bites csírt, nagyon specifikus, és nagyon köszönöm. Jaj, ide jó újra itt lenni, már begyulladt a torkom, már fáj. Elszoktam a streameléstől, srácok, de nem kell aggódnotok. Én vissza fogok rázódni. Pingvin sorozathoz mit szóz, Gergő? Ebben a napon! Ebben a pillanatban raktam ki a kritikámat róla. El kell, hogy mondjam, gyerekek, beszélni fogunk előtte, mielőtt a hírekre belemegyünk. Beszélünk egy kicsit a Pingvíről, mert most jött ki a videó. Beszélünk kicsit a, a Beetlejuice-ról, mert arról nem lesz videó. És utána megyünk bele a hírekbe. Szaszi, Köszönöm szépen a Prime subscription -t. Üdv, üdv, üdv. Amíg nem voltam megnéztem végre a boys-t. Úgy, ahogy geci jó fokhagymás nápolyi. Nagyon, nagyon jó. Legalább annyira jó a boys, mint a fokhagymás nápolyi. Szorella, köszönöm szépen. 5 hónapos előszubscription-t. 5 hónapos, wow. Szorella, nagyon szépen köszönöm a támogatást. vicce, köszönöm szépen a 24 hónapot. Hát srácok, nagyon köszönöm a lelkesedést. Pont a Beetlejuice-ról nem lesz videó? Uh, azért nem, mert most... most uh, ar Arról beszéltünk múltkor. Uh, most a pingvier akartam megcsinálni, mert az nagyon fontos, hogy nézzétek be az meg. Az, a világnak néznie kell ezt a sorozatot kurva jó. Uh, utána lesz két, uh, két sorzatos videó, egy spektrumos és egy Walking dead És utána lesz a Joker. És szerintem uh, utána már az embereket nem annyira érdekelni, de majd meglátjuk, nagyon jó a, a meglepően jó volt a Beetlejuice, beszélni is fogunk róla. Melyikó, köszönöm szépen a 300 bites csíjt, Jézus Mária. köszi a sok támogatást, srácok! És Sussifer, köszönöm a, a subscription-t, és üdvözlünk a Bölcsészklubban, már is van egy új tagunk, gyerekek, hát micsoda őrület zajlik itt. Azért, hogyha valaki egy hónapig nem streamel, az általában össze szokott esni, de mi már majdnem 400-an vagyunk, mi megyünk tovább, megyünk tovább. Szerepeltem most egy műsorban, egy Future Talks nevű műsorban, amiben, hogyha emlékeztek, három évvel ezelőtt is szerepeltem, meg négy évvel ezelőtt is szerepeltem. Igen. Igen. És, és most valamiért az embereknek nagyon elege lett belőle, hogy én szerepelek, és nagyon sok gonosz kommentet hagytak, és ott, ott egy, egy valaki mondta, hogy Hát a gyerek, én nem is nézem a videóit, de twitch egyszer láttam, hogy a, a, kertjében ültette a paradicsomokat, és voltunk vagy huszan. És majd, majdnem semmi más, tehát minden, mindent, oké, okay, velem abszolút minden kritikát elfogadok, és lehet engem bántani, de amikor az embereimet bántják, majdnem oda írtam, hogy bitch, legalább 300 on voltunk a kurva anyádat. Tudod, hogy mennyi ember tud már most már kötöz hálót kötözni? Hagyjál békén, hagyjad a mi kert, bölcsész ke klubos ke kertész streameinket. Úgyhogy az, az az egyen felkaptam a vizet, a több innen. Avanturádok, köszönöm szépen a 22 hónapot. Örülök, hogy rendben hazaértél? Én is hazaértem Vietnamból. Jaj, Vietnam biztos csodás volt, nekem is az volt. Pruki, köszönöm szépen a 28 hónapot. Gyorsan elment ez a hónap. Ugye? Abszolút én is úgy gondolom. Csenge, köszönöm szépen a két community gifszabad gyerekek. youtube el YouTube elnézést most ez egy köszöngetős Bekezdés lesz, majd majd átugorjátok, hogyha nem érdekel, de most mindenkit meg kell köszöngetem, olyan régen köszöngettük egymást. Nagyon, 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 nagyon-nagyon. Uh, jó volt a kaminó. Holnap beszélek, szerintem holnap lesz a stream, egyébként már rögtön megcsináljuk. Uh, Forbes fotózás után, ja, hazajövök, uh, Nagyon jó volt a kaminó, elmebeteg, elmebeteg, geci nehéz pillanatai voltak, és sajnos arra jöttünk haza, hogy é, hogy a kebab megérkezett. Szervusz kebab, köszi szépen az 500 bites csírt. Aki nem tudja, a nyár végén a kebab nagyon megtámogatta a műsor, gyakorlatilag abból lesz, abból lesz, micsoda? új stúdiónk, amit a kebab meg a többiek adtak meg, most Sorella 50 community gif szabott. What the fuck? Hát így már vissza is tértünk a mi átlagos subscriber szintünkre. Nagyon köszönöm az 50 community Give szabot, és az 500 bites csírt az öreg kebabnak is, így van. Kebab, <laughs> már a chat már ismeri is kebabot névről. Szorella, ez rengeteg, nagyon köszönöm. Nagyon-nagyon köszönöm. igére eleget fogok tenni, rengeteg új streammel ennek a támogatásnak. Kurva menő vagy, Sorella. Nagyon köszönjük szépen, vissza is tértünk a megszogott szab mennyiségünkhöz. Szent Király, köszönjük szépen a 10 hónapos subscription Hi G, spanyol küldetésemet járom, most vagyok Vega de Valkárban, holnap végre már Galiciában, aztán Szantiagóban is, onnan három nap, és Fiszterra. Nagyon jó! Fiszterra szét fogja rúgni a seggedet, meg Fiszterra nagyon nehéz volt. Shibu, Shibu Dibu, köszi szépen a, a fél éves subscription! -t. Én is nagyon vártalak titeket. Bálint Kristóf, köszönöm szépen! Resubscribe. Egy évre! Egy évre előre fizetett az öreg Kristóf! Még egy év! Még egy év! Bizalom, nagyon szépen köszönöm ezt, Kristóf. Szorella, kebab, minden, haroldinák, az összes dinák. Úgy általában, srácok, nagyon köszönöm a támogatást. Nagyon kedvesek vagytok, ne felejtsétek el, a szabály ugyanaz. Nem kell fizetni, nem kell feliratkozni. Ö, ö, örülök, hogyha itt vagytok. Nekem az a lényeg, hogy itt legyetek. Hátszegi Lenárt, köszönöm szépen az ezer bites sírt. Ezer iezer és egy rakás új csetelünk van, hát ez fantasztikus, de jó, hogy itt vagytok velünk. Gunter Studio, köszi szépen a Community szabad, köszi, hogy támogatott műsorban. mindenki köszönje meg. Szorellának és Gunternek, és, és mindenkinek, aki Giftsabot adott, Csengének is, tessék megköszönni. Nagyon szépen köszönöm a csíreket, és a, a, a subscriptioneket. Skacok, szóval, röviden csak, hogy elaltassam a, a, a kételyeket, Kamino kurva jó volt, ö, bizonyos részei nagyon nehezek voltak, és atya ég annyira, annyira, tehát ha azt hittétek, hogy eddig itt streamen néha elejtek egy-egy beszólást azzal kapcsolatban, hogy bajom van az idősebb korosztályokkal. Sok a boomereket basztatom, meg ilyenek. Ez az érzés a kaminon, a természet lágy ölén meg százszorozódott baz meg. Annyi öreg ember volt a portugál kaminon, hogy nem igaz, és idősebb korban már az ember ilyen horkolva arszik, könnyebben van, aki alvás problémája, ami, ami, teljesen jó. Bedugtam a füldugómat, tök jól elaludtunk. De annyit pukiztak. Annyit pukiztak, hogy nem igaz. Úgyhogy voltak ilyen konfliktusok, ilyen közénk álló gázfelhők, ami miatt <laughs> ezt a kaminót is teljesen egyedül toltam, teljesen egyedül toltam, és nagyon jó érzés volt. Annyi minden dolgoztam magamat. A streamel kapcsolatban is nagyon sokat gondolkodtam, az új stúdiónkkal, új műsorformátumokkal. Jaj, nagyon jó kis chat szezonunk lesz, gyerekek. Nagyon jó chat szezonunk lesz, vagy mi az stream szezonunk lesz. Nagyon. Nagyon-nagyon lelkes vagyok, nagyon sok mindent akarok csinálni. Tusz Dávid, köszönöm szépen a Prime Subscription-t, és üdvözlünk a Bölcsész Klubban. Csodikám véletlenül feliratkozott, semmi baj, Csodi, azért örülünk. De vajda, köszi szépen a, 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 fél éves feliratkozást, azt a mindenségi Gyerekek, hát ti megadjátok. Megadjátok. Mondjuk a nyugdíjas, hát igen. A, ugye kebab, az egy, az egy eléggé különös, és főleg az, hogyha egy 16-an vagyunk egy szobában, és, és, és egész nap esett az eső, és ezért ilyen ázott párás levegővel, van, szóval borzasztó volt. Sosé, köszönöm szépen a subscription és üdvözlünk a Bölcsész Mennyi új tagunk van, gyerekek, tökre örülök nektek. Szóval lassan belemegyünk a filmekbe, de ennyit még el akartam mondani. Uh, santiago volt egy extra napom, és ezt arra használtam ki, hogy filmeket nézek, és gyerekek, itt megint csak a film hír streamek alatt mindig élek nagyon határozott kijelentésekkel, ami a filmek trélereit illeti. Mindig elmondom nektek, hogy szerintem ez milyen lesz, szerintem ez jó lesz, szerintem ez rossz lesz. És az esetek nagy többségében igazam van, ezért érdemes nekem hinni, de mindig fontos megmondanom nektek, bevallanom nektek, amikor tévedtem. Egy újabb tévedést kell most megosztanom veletek. Nagyon, nagyon kurva szarok voltak a Beetlejuice trailerei, mert a film halálosan szórakoztató volt, sőt, megkockáztatom, jobb volt, mint az első része. Jobb volt, mint az első része. A Beetlejuice 2 határozottan egy összeszedett, céltudatosabb, üzenetdúsabb, nagyon vicces, nagyon ennivaló, szerintem cukorfalat film lett. Én nagyon élveztem. Én nagyon, és én nem szerettem az első Beatles Tehát onnan indulok ki, hogy engem nem igazán nagyon érdekelt, de Jenna Ortega ugye bármit megnézzünk örökké. Ugye? Teljesen jó volt. Tehát látom, Csett is egyetért teljes mértékben egy, 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 abszolút megnézendő alkotás, én biztos vagyok benne, hogy lassan felkerül streaming oldalakra. Nézzetek rá, so, a, 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 Beetlejuice egy nekem azért nem tetszett, mert nem értettem, hogy az a film miről akar szólni. Én össze-vissza jelenet sorok voltak, fura lezárása volt, az egész, egész random. Na most a kettő az megint csak behozott egy sokkal használhatóbb szállat ebbe a történetbe, anya-lánya kapcsolat, és a, erre oda kell figyelünk, srácok, itt van valami, mert a mert a, már a második anyagát forgatja egymás után a Tim Burton egy lánya problémás kapcsolatról. Ugye a Wednesday után most ez is volt, tehát itt van valami a Tim burton ami nem stimmel. Viszont nagyon szépen megmutatta, hogy hogyan tudj, hogy egy tínédzser lánya mennyire nehéz szótéteni a szüleinek, és ezt hogyan tudják megoldani. Az egésznek volt egy cukorfalat íve. Nagyon vicces volt. Nagyon vicces volt a, amit én abszolút úgy, úgy, gondoltam, hogy Batman már öreg lesz ez a szerephez, Michael, Michael Keaton, és nagyon vicces volt, nagyon jó hozta, szerintem még, ö, még céltudatosabban is, mint az első filmben. Szóval ő volt így a humorforrás, teljesen jól működött. Úgy általában Monika Monica Bellucci, Monica Bellucci azért volt ott, mert Tim Burton szerelmes Monica bellucci -ba. Van egy teljes jelenet, ami csak arról szól, hogy nézzétek, mennyire szexi Monika Belucci, annyira röhögtem. Egyedül néztem a teremben, már már mindenki látta, és egy kis moziban mentem, támogassuk a kis mozgat, és annyira hangosan röhögtem, hogy egy hosszú jelenet, ahogy összeteszi magát Monika Belucci, és mindenki jelenetben úgy volt komponálva, hogy nézzétek, milyen szexi lába van, nézzétek, milyen szexi melle van, ez az egész nagyon-nagyon kom komikusan egyértelmű volt. De tudjátok mit? Ameddig itt vagyunk, ameddig ennyiben kimerül a dolog, szerintem elfogadható. Tarantino is Tarantino is forgasson annyi filmet a lábakról, amennyit akar, ameddig ebbe beleegyeznek az emberek, addig jók vagyunk. Pár szó, szóban mi a véleményed a Jokerről? Hétvégére szerintem összeállok, attól függően, hogy hogyan tudok haladni a héten a többi videómmal, mert lesz egy kaminos videóm, ami egy sorozathoz kapcsolódik, és utána lesz egy. Ö, egy. egy. Ö, Voking Dead-es, Daryl videóm, ami meg a férfi képhez fog kapcsolódni. Egyik videóra sem lesznek majd sokan kíváncsiak, pedig mind a kettő kurva jó lesz, meglátjátok. No de, mert ugye sokat beszélünk a férfi képekről itt ott, amott, főleg szó streamen. Ö, Kaminon is nagyon sokat gondolkodtam róla, és ez videóba is fogom önteni. Ezután jön a Joker, és szeretném nagyon jól megcsinálni, mert azt hiszitek, bazd meg. Azt hiszitek, ti olyan emberek vagytok, akik ilyen jó hiszeműek, és úgy gondolják, jó van, a Gergő már felnőtt, a már egy érett ember. Ő csak nem fog musical kritikát csinálni, és tudjátok mit? Igazatok van, de akkor is fogok énekelni, nem lesz musical kritika, de akkor is fogok énekelni többször, mert ez a baszott film, ez a baszott film, ez az egy dolog, amit elszpoilerezek nektek, többet tényleg nem mondok a kritikáról. Ez a film képes volt azt csinálni, az meg, ami, ami netto, ami netto edging, ami, ami, a, a filmkritikusok rémáma, hogy kurva unalmas, és aztán kialakít egy dialógust, amivel történne valami érdekes dinamika váltás két szereplő között megosztanák valami érdekes információt, és azt mondja, hogy, hogy Harley, te ezt elhiszed nekem? Én mindig is elhittem neked. De mi lesz most? Hova megyünk? La, la, la. És elkezdem el bazd meg a semmiből énekelni. A legfontosabb részénél a dialógusnak, amikor végre valami ki lenne mondva, végre valami meg lenne határozva, végre egy érdekes dolog lenne megosztva a nézővel, elkezd az meg érdekelni. Vagy izé, énekelni. Ez, ez, bacsán, ezt beszélni nem tudok, de énekelni se tudok, viszont a kritikával eszének, mert én ezt rekreálni fogom. És eladtom majd a nézők figyelmét, figyeljétek meg, egész le, fog, folyamatosan fogom mondani a kritikai szöveget. Ó, igen, tényleg ez gondolt? És végeredményben la, 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 Kurva irritáló. Ez, ez a vélemény a Jokerről. A Joker az egy ilyen eszenciálisan, én azt mondanám, hogy már-már már művész ilyen, kreatívan, izgalmasan kurva szarfilm volt de, de vannak lentartásaim vele kapcsolatban. Executor köszönöm szépen a 28 hónapot, és Pityke, köszönöm szépen a 7 hónapot, üdv újra itt, Bandi Beast, köszönöm szépen a subscription-t, és üdvözlünk a Bölcsész Klubban. Az öreg Maturin is 32 hónapja itt van, hát ez fantasztikus. A Hungarian Girl in London is itt van, Prime subscription ráadásul köszönöm. Valaki megfogalmazta az érzést, imádom a musical, de ez a move kinyír. Ugye, Vajda, a, nézzétek, a musical semmi baj nincsen. Úgy általában én azt gondolom, hogy az a, az a műfaj az nagyon sokat fejlődött az utóbbi időben a popkulturális elfogadás irányába. Ezért én nem mondanám azt, hogy ha valaki fiatal korából utálja a musicaleket, annak manapság azért nincsen valami, ami meg tudná változtatni a véleményét. Na, a Joker nem. Miért? Éh, és itt van az öreg Vibe. Vibe pedig dolgozik a Stardew Valley videónkon, gyerekek. Vibe nem, nem, uh, nem, nem, nem uh, lustálkodott, úgyhogy ő is dolgozik, és ő is visszatér, és, a, és fog, fog, nekünk újra vágni dolgokat. Éljen a Vibe. Vibe, uh, miért a Star Wars-ot Mert az jutott eszembe. Én nem, nem, nem tudok már énekelni. Én régen tudtam csak énekelni, úgyhogy az alapok az, jutnak az eszembe. Így van. Oké, okay, szóval ez volt az, amit láttam. Alapvetően ez volt az, ami, ami felkeltette az érdeklődésemet, a, a, a Beetlejuice meg a Joker, és minden... kettő meglepet, mindenkettő meglepet. Ugyanakkor ez nagyon szórakoztató, hogy nem, nem spoilerzek többet a videóból. A Joker az, az, egy érdekes dolog volt, ez egy érdekes dolog volt, határozottan. Én nem igazán feltétlenül bánom, hogy láttam, de csak azért, mert szakmai kötelesség az én részemről. Ma a perc, szépen a 25 hónapot Executornak, Executornak már megköszöntem a 28 hónapot. Uh, Gigadrain, ez egy giga drain ez a 28 hónap. Új Transformers tervezet megnézni, szerintem meglepően jó lett. Sokan mondják, hogy jó lett az új Transformers, uh, én készen állok rá pusztán azért, mert annyira kibaszott, hogy gyűlölöm a Transformers filmeket, amiket a Michael Bay csinált, hogy én szeretnék megtérni, szeretnék új útra lépni. És sokan azt mondják, a Transformers is kurva kínosnak nézett ki a, az első trélere, és aztán, ha emlékeztek, megnéztük a másodikat, és sokkal jobbnak tűnt már. Úgyhogy én hajlok arra, hogy elhiggyem, hogy az alapvetően nem egy rossz. Nem egy rossz. Uh, film. Á, pozitív meglepetés lett, Atesz is ezt írja. Így van. Érdekes film volt. Oké. Okay. Oké. Okay. Én ezt adom. Mit gondolsz Lady gaga mint színésznőről? Én úgy gondolom, hogy feleslegesen nyönyörgik. Én úgy gondolom, hogy alapvetően ő nem, nem rossz. Nem nagyon jó. Nem nagyon jó. Én nem tartom kifejezetten kiemelkedő képességekkel rendelkező hölgynek, már ami a színészkedést illeti. Szerintem fantasztikus előadó, és én nagyon szeretem a hangját. Plusz a számait eh, bo, nem egy ikonikus minőségi úgyhogy ezt meg kell hagyni. De, mint színésznő. eh, eh, Egész, egész sokan vagyunk itt a streamen, vagyunk? Ilyen, általában ennyien szoktunk lenni, 500-600 környékén szoktunk lenni a filmhéj streamen egy adott pillanatban. Mitria, a köszönöm szépen a 7 hónapos subscription, és ez egyébként nagyon sok, mert azért, azért ö, ö, egy hónapot kihagyni a streamelésből, hát mennyi ember elszakik attól, hogyha szirmait nézik. Gyerekek, ennyi volt, tehát a milyen filmeket láttam, megyünk bele a hírekbe, de még egy dolgot megosztok veletek. Ö, a jövő... Ö, jövő héten a lesz Camino stream, lesz, uh, lesz uh, és, és, gamingelni fogunk, mert végig toljuk bazd meg a Warhammer 2-t. Nagyon kevés dolgot vártam annyira, mint a Warhammer 2, és jó lett a játék bazd meg. Warhammer 2, na, Space Marine 2. Úgyhogy Space Marine-t, azt tudom, hogy már nem trendi, de én végig akarom nyomni, én multiplayerbe akarok játszani. Warhammer-ezni fogunk végre a csatornán. Nagyon-nagyon vártam. Nudli, hogy viselkedne, mint bandukoltál? Sajnos gyerekek Nudli, Nudlit elérte akkor. kor. Ö, míg én kint voltam, történt egy hátsérülése, ami kiderült, hogy egy, ö, egy ö, sérv sokat rázta a segét, lett egy sérve, és megnézettem a hátát, csináltunk CT-t, meg stb. Hát most porc, nem kell műteni, porcerősítőket szed, és úgy, ál, ö, úgy, általában azt mondta az orvos, hogy hát figyelj, 8 éves a kutyá. Úgyhogy ö, ilyen kis tömpek kutyáknak ez meg szokott lenni, de egyébként meg szeret egy hét, hét fájdalomcsillapítot, és már, már könyörögni kell neki, hogy ne jobbra-barra. Tele van energiával, nagyon boldog, nagyon nagyon egészséges, és jól érzi magát, de vigyázni kell a hátára mostantól, úgyhogy viszem majd masszázsra. És megtanít a masször a kutyát masszírozni, és akkor a gerincét egy kicsit kell mindig masszírozni, hogy, hogy ott az izmok erősödjenek, és akkor nem lesz baj. Akkor nem lesz baj. De kurva szar volt úgy kint lenni Spanyolországban, hogy szerencsétlen nudlinak szüksége van a segítségre. Henry le lesz majd kóp. Henry Kevin az meg a legnehezebb nehézségen tolta végig a Space Marine 2-t, amit teljesen megértek. Én, én, nem hiszem, hogy én nem hiszem, hogy nehezem. Én lehet, hogy normálan fogom végigvinni. Pusztán azért, mert engem a story is érdekel, és régen játszottam, gyerekek. Nagyon régen gamingeltem, vissza kell szedni, vissza kell hozni magunkat. Viszont a Stardew Valley Speedrununkból, ami az előző gaming eseményünk volt, abból a vibe vágja a videót, azt majd nézzétek meg. Én nagyon szakálpárti vagyok, de nagyon, de a te esetedben nem vagyok 100% biztos, és ez megijeszt. Én, én úgy gondolom, hogy ez teljesen jogos. Bizonyos helyeken hiányzik a szakállam, és ami a, ami a nehezebb, az az, hogy itt, itt nő a legjobban, és amúgy meg nem nő rendes mértékben mindenhol. Gyenge, gyenge a szakállam. Én nem vagyok egy nagyon szőrös ember, ahogy azt láthatjátok. Úgyhogy az én tesztoszteronom máshova ment, és ezzel nincsen semmi probléma, Uh, le is fogom vágatni, de jó érzés volt megint kinyilvesteni egy kicsit. É, é, itt van a Shepard és Weez, köszi szépen a két hónapos subscription-t. Alright, srácok, mit szólnátok, hogyha belemennénk a filmhír streamre? Induljanak, jöjjenek, kezdődjenek a legfontosabb filmhírek, amiből kimaradtunk. De kívánság műsor van, mert most jöttem vissza, úgyhogy valamit nagyon szeretnétek megnézni, valamit nagyon szeretnétek kibeszélni, akkor azt mindenképpen előre veszem, de akkor most induljon a filmhír stream.

kebab volt, ugye? Kebab, persze, hogy kebab volt. Kebab ismét megtámogatta a műsort 500 dollárral. Kebab! Kebab! Hát te egy személyben teletömöd ezt a ezt a malacpersét. Remélem még itt vagy, mert láttalak a csetben korábban. Kebab! Nagyon-nagyon-nagyon köszönöm az ismételt támogatást. Nagyon-nagyon jó fej vagy. Nagyon hálás vagyok érte, és tud, hogy hogy, hogy mindegyiket, mindegyik ö, ö, támogatásodat félretettem, és ott vannak, elmentve, úgyhogy abból, abból lesznek fényeink és nagy háttereink, és nagyon-nagyon köszönöm a támogatást, Kebab, Iszéltösen jó jófej vagy, abszolút, abszolút lelkesítő ez az új új háttér szempontjából, és az új stúdió szempontjából, ami januárban jön, már meg is van a dátum, januárban új helyre költözünk, gyerekek, új területre tér, mind a hírügynökség, mind az AFK Legió, mind a stream, és ez egy eléggé izmos beruházás lesz, ami, ö, ami többek között kebab ö, ajándékaiból, és a ti subscription lesz. Nem kell feliratkozni, nem kell nekem pénzt adni, de nagyon-nagyon köszönöm a támogatást, srácok, és nagyon köszi kebab, az őrület! Igen, itt van a beérkező, ő, őrület, őrület. Őrület, nagyon köszönöm, kebab. Ö, Cérnagyár, azok kik, vele, utána nézek. Nem, 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 nem ők, nem, nem. Nem a célagyárral. És jó, oké, okay. spoiler alert, srácok, egy régi barátommal fogunk egy új stúdióba költözni. Úgy döntöttük, hogy végre most már azért ö, ideje szintet lépni, mind szakmai, mind személyes kapcsolati szinten. Úgyhogy itt tudom nektek elmondani, szerintem most már szerintem szabad nem peti. Oké, okay, oké. Okay. <síns> együtt akartuk elmondani, de most nem mer kameré állni, Dancsó Petivel közösen alapítunk egy új stúdiót, ahol együtt fogjuk gyártani a kollaboratív munkákat, nagyon régóta vágyunk már erre, de nehéz volt felvállalni ezt a baráti kapcsolatunkat előtetek. Úgyhogy, na most már kiderült! <síns> Így van, így van, így van, ajó, úgy vigyorog, eszem a szívét. Így van, úgyhogy erre számíthatok, nagyon köszönöm a támogatást, és a bír is visszavonja az összes pénzt. Jaj, Istenem. Jaj, és itt van... És van így vagy úgy, ja igen, vannak új emótjaink, gyerekek, azt ne felejtsétek el. Így van. Éreztem, hogy együtt vagytok, na hát ugye ki kell, na el kellett mondani, el kellett mondani. <laughs> ja Istenem, Andrew, er, köszönöm szépen a támogatást. És az öreg Shepard. Úristen, very big, very big. Így van. <laughs> Imádom, hogy mindenki kiborult ezen. Nagyon jó. Alright, srácok, indulhat a film here stream. Nézzük meg, majd a hangot beállítjuk, hogy pontos legyen. Első Dolog ez, szakmai info, röviden fogok róla beszélni, de nagyon fontosnak tartom. Újabb, újabb szakszervezeti megegyezést hajtottak végre Hollywoodban, és a casting direktorok kapnak több fizetést. Union went into talks, goal establishing weekly minimum wage rates first time negotiation. Így így van. Tehát most ez igazából csak ennyi, ennyi a hír értéke, több pénzt fognak kapni azok a casting direktorok, akik tagjai ennek a szakszervezetnek. És ez fantasztikus. Miért mondom ezt? Elmondom nektek, miért mondom ezt. Azért, mert a casting direktorok olyan rohadt, fontos és meghatározó részei bármelyik filmes produkciónak, hogy az nem igaz, viszont nem szexi az ő szerepük. Nem lehet őket előre tolni. Nincs mögötte olyan mágia, mint egy operatőr, vagy egy rendező, vagy egy, egy író. Nem. A casting director az csak a legfontosabb <laughs> döntéseket hozza meg egy filmet, illetően, hogy ki játszhatja el benne a szerepeket, kisebb és nagyobb szerepeket egyaránt. Ne felejtsétek el, míg a főszerepeket sokszor a producerek döntik el, hogy oké, okay, van ez a sztorink, oké, okay, elvált a Chris Pratt, akkor jöhet a Garfield. De Bizonyos kisebb alkotásoknál, bizonyos kisebb színészeknél halálosan fontos a casting direktor, hiszen ő emelhet ki az átlagból egy potenciálisan világhírű színészt. Rengeteg casting director ül most a világban, aki szépen számogathatja, hogy én csináltam a Zach Braffet, én csináltam a Chris Prattet, én csináltam a, a Chris Prattet, a Chris Prattet is én csináltam, illetve mondjuk a Vinona a rider nem tudom, ezek jutnak eszembe. Random emberek, akik kis szerepekből ki tudtak robbanni a főszínpadra, a nagy színpadra, azért, mert a megfelelő casting director ránézett, és azt mondta, hogy ebben van valami. Én szerintem ők nagyon fontosak, keveset beszélünk róluk, örülök, hogy több pénzt kapnak. Szervusz Vibe, köszi szépen. Cryo Saber, köszi szépen a Prime Subscription-t, és Juke, köszi szépen a Prime Subscription-t. Üdvözlök mindenkit a Bölcsészklubban. Szervusz, Juke, köszi, hogy csatlakoztál. Danny, köszi szépen a 5 subs hónapos Subscription, szép jó estét kívánok, szervusz. Je gyerekek, a bizalmat nagyon-nagyon köszönöm, nagyon hálás vagyok érte. Nagyon köszi a támogatást. Alright. Um. Szóval, ez csak egy rövid hír volt. Menjünk tovább, nézzük meg, hogy mi van még. Én nagyon érdekes, és casting time everybody. Én remélem, most már összegyűjtünk gyerekek. Eljött az ideje a Birch's Club Group leghatásosabb, legfontosabb munkájának castingolnunk kell. DC Studios is developing film involving, bocsánat, nem tudom, miért nem magyarok beszélek. Szóval, a DC Studios az csinál egy új filmet Bane-el és Deathstroke-kal. <laughs> ja, Isten, cheesy, el is fejtettem a gyerekek számláló. Szóval, Bane és Deathstroke. Először is üssük le azt, hogy ez jó ötlete. Nem! Szerintem ez objektíven nem egy jó ötlet. Most nyilván azért jelentik be, mert, mert kezdik érezni, hogy lehet dolgozni ebben a világban a Batman használata nélkül is, és és nem hiszem, hogy ez engem, tehát specifikusan Deathstroke és Batman és, és Bane, érdekel ez -e engem Batman nélkül, nem vagyok ebbe teljes mértékben biztos. a uh, Harley Quinn és Bane bármikor jöhet, én, azt én is nagyon imádom a Harley Quinn és Bane, de az, az mindegy, az a mi kis titkunk az a sorozat. Nézzük meg, hogy mit tudunk róla. Screenwriter Matthew Orton, Captain America Brave New World. Ó, azt várjuk ki, hogy az mi lesz. Feature film that involve Batman Williams, Bane and Deathstroke. Oké. Okay. Még csak most kezdik. Nincs rendező. Oké, okay, oké. Okay. És James Gunn, az, James Gunn és Peter Safran az azt mondták, hogy csak akkor fogadnak el bármilyen ilyen projektet, ha jó a forgatókönyv. Gratulálok! Gratulálok, James Gunn! Amilyen faszság filmeket kezdtél el forgatni az új DCU-ba. Ez egy remek alapszabály. Imádom. Ha nem jó a forgatókönyv, leszaljuk, hogy mi van benne, kidobjuk. Nagyon jó. Uh, Oké, okay. nos, ennyit lehet egy előre tudni, de castingoljunk, castingoljunk. Bane! Kezdjük a Bane-el. Ki lenne jó ebbe az új filmbe bane -ként? És gondoljatok bele, hogy itt valaki olyan kell, aki nem csak nagy, de színészi is rendelkezik, mert, hogyha ebbe nem lesz Batman, nekik kell elvinniük ezt a filmet. Mind a... mind a kettő Chris Pratt. Nagyon jó, nagyon jó, hibátlan, kiírta ezt, zseniális, Popcorn poet. tökéletes, abszolút egyetértek mind a kettő Chris Pratt. Azt hiszed, hogy viccelünk, de nem, nem. Tom Cruise, mint Bane, Danny DeVito nem rossz. Bautista azért nem jó, mert ő most lefogyott, és nem is akar visszahízni már soha. Dave Bautista jó lett volna, de őről most derült ki. Most meg, meg is mutatom nektek, hogy hogy néz ki. És én nagyon örülök neki, bazd meg. Én nagyon örülök neki, hogy így néz ki. Nézzétek, nézzétek, hogy néz ki. Látjátok, ekkora volt, ilyen vékony lett. Arcán látni, testén látni lefogyott. Tudjátok, hogy milyen kurva szar lehet ennyi szteroidot zaválni? Én tökre örülök neki, hogy ezt elengedte. Úgyhogy uh, Martin Ford bélnek nézzük. Jesus Christ! Martin Ford, ő, 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 ő színé, ő lá, ismerős az arca ő színészkedett, vagy ő TikTokon nézem. A testépítők TikTokja a legjobb TikTok valaha, mindegyik kurva nagy ember, és mindegyik állatira cuki, és aranyos, és jófej, és ilyen kis egyszerű humoruk van, imádom őket, és nagyon intelligensek tudnak lenni, ami ugye egy szereotípia a nagy vastag emberekkel kapcsolatban, hogy buták, iszonyatosan, iszonyatosan intelligens testépítő TikTokerek vannak. Öröm őket hallgatni. Szóval őt valahol láttam, nem, Instagram követői vannak. ah, itt van. Aha. Tehát ő ilyen kis kingsman be... szerintem a kingsman rémlik. Valahonnan rémlik az arca. Nem rossz, de szerintem ennél több kell. Vin Diesel öreg. Vin Diesel öreg. Dwayne Johnson, uh, soha többet nem akarom látni. Adam Driver nem rossz. Adam Driver, Bain ne... nehéz castingolni. bént nehéz castingolni, mert egy hatalmas dalabembernek kell lennie. Tom hopper. Tom Hopper, honnan származik, English actor. Tudod mi van, tudod, mi van. Folytassuk. Tom hopper egy nagy darab fickó. Nekem Bén az jól emlékszem, hogy Bane az félig roma, félig mexikói, ugye? Vagy teljes mértékben. Ja, igen, egyébként köszönöm, valaki észrevette, olyan vékony vagyok, olyan vékony, vagy úgy örülök, gyerekek, 8 kilót fogytam, bazd meg, most erre fogok izmozni télen. Most jön a snowbody challenge, mert elfogyott az itt, nincs semmi, nothing. Úgyhogy, úgyhogy most fogok elkezdeni snowbodyzni, de leadtam 8 kilót, bazd meg. Annyira jól érzem magam. Na, ezt csak meg akartam osztani. És tudjátok, hogy mi volt ennek a, ennek a kulcsa? Napi 30 km, és nem ettem ételt közben egy, egyik, majd meséljek, egyik kaminon, hogy megyek, megyek, lassan vége az útnak, és így iszonyatosan, bocsánat, iszonyatosan fáj a fejem, és nem értettem, hogy miért fáj a fejem, és aztán rájöttem, mert lementem 30 kilométert, úgyhogy nem ettem táplálékot. <laughs> ja, ja, köszönöm szépen, pocok. Szóval, én nekem, en, ő kicsit slank. Jesus, de nagyon izmos. Kicsit slank, de szerintem, hogy adnak neki egy valak mi ez, meg szteroidot, akkor lehetne nagyobb. Nekem tetsz, nekem ez, 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 bejön, ez bejön. Ezt ne vágjátok ki klipbe. <laughs> ja, nekem ez bejön. Mm, jaj, ez tökéletes. Ú, uh, aha, ez jó lesz. Mm -mm, rendben lesz, oké. Okay. <laughs> szírmai hajjal. Egyébként köszönöm, hogyha nagyon, nagyon szétbaszom magam, akkor még hogyha nem is feltétlenül ilyen izobzatot, de az eléggé hasonlót össze tudok hozni. A bicepsem nem akkora. A bicepsem nem akkora, mint neki. vállam viszont nagyon. Öm. Aki a hegyet játszott a trónokban, nem elég jó színész szerintem. Ellen Richardson nézem. igen, ő a Richard, ő egy, na ő egy hatalmas ember, bazd meg. És ő nem egy rossz színész. Nem egy nagyon jó színész, de aki nézi a Richard, az tudja, hogy ő nem egy rossz színész. Én megszavazom, srácok. Nagyon kevés ember van, aki ekkora tud lenni. Jesus fucking Christ. És persze, ez bla bla, ez egy hatalmas ember, úgy, úgy, úgy önmagában is. És... É, látom, tehát van, van, annyi intelligencia, van annyi intelligencia az ő színészi alakításában, hogy én, mert Bane nem egy hülye karakter, azt mindenki tudja, remélem. Tehát, hogyha csak nem a, a suma heres betmenekből indulunk ki, a Bane nem hülye. Sőt, kifejezetten intelligens karakter. És szerintem őt jól el tudna játszani, megszavazom. John Cena túlságosan ismer, de nem lenne rossz. Tony Canoe, köszönöm szépen a, 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 két hónap, két, két extra hónapos subscription tehát tier 2, köszi Tony. Sziasztok, szép estét mindenkinek, Geri. Szervusz, Tonikám, nagyon köszi a támogatást. Máté, Máté, köszi szépen a subscription-t. Stream kezdésére sajnos lekéstem, nem baj. Örülünk, hogy itt vagy. Harry Kevin, ne akarjátok mindennek Harry Kevin. Harry Kevin, Harry Kevin nem szerepelhet se filmben, se sorozatban, ameddig nem csinálja meg a kurva Warhammer sorozatát. Nem szerepelhet semmi másban. Nem én nem én határozom meg ezeket a szabályokat, a, az univerzum. A bármelyik szabadon választott atya Úr Isten fektette ezt le a szentírataiban évezredekkel ezelőtt, hogy a fucking Warhammer sorozatot akarom már nézni, semmi másban nem érdekel addig. Kevin kicsit vén, lófasz. Jézus Máriám, bocsássatok meg, össze kell szednem a káromkodásaimat. Annyi, a TikTok klipjeink, amiket vibe vág, még egy rakást fel kell töltenem, kurva jók, de annyit, annyit káromkodok bennük, hogy csak úgy turbékol a videó, úgyhogy vissza kell fognom magamat. Szóval, hogy, hogy lófasz, lófaszt, meg. A Kevin nem, mennyi, mennyi a, mennyi a, bazd meg, miért nem tudok gépelni? Mennyi? Mennyi? 41? 41 melyik világban vén neked? Come on. Come on. Hagyjuk ezt. Jensen Echoes... Nem. Nem. Nem, ő, ő, nagyon izmos a Jensen Echoes is, de nem, én, én egyszerűen nem engedem. Én szerintem Ellen Richardson egy remek választás. Menjünk vissza. Röviden, Deathstroke. Deathstroke-ról nem tudok sokat, hogy igazán a karakterét meg tudjam határozni. Ki a faszom az a Deathstroke? Ő, tudom, hogy őről őról a lopták a Deadpool-t. Uh, Deathstroke, supervillain. Azt mondja, hogy Slade Wilsonnak hívják, US Army Operative, igen, Super Soldier Serum, tehát ő egy gonosz amerika kapitány. A legjobb bérgyilkos a DC Univerzumban, és Dick Grayson-nak az ellenfele. Oké, okay. a Teen Titans-ben. Oké. Okay. Jaj, tudom, az animációs uh, filmben láttam. Teszok vendetek, ez Titans. Oké, okay. tehát ő, ő, ő Teen Titans gonosz, és Dick, uh, értem, ő egy Teen Titans ellenfél, és a legjobb bérgyilkos. Na ez, ez szabad. Pedro Pascal nem rakhatjuk több filmbe. Nem rakhatjuk több filmbe a Pedro Pascal-t. Sajnálom, srácok, nem. Nem. Elég volt belőle. Carl Urban nem egy rossz gondolat. Ki játszotta a deathstroke Amúgy. Ő, ő, mindig elfejtem a nevét. Mindig elfejtem a nevét. Tony, olasz neve van. Olasz neve van. Mindegy, mindjárt eszembe jött. Tony True, nem, nem, nem az, nem az. John Mangiello, az az. Köszönöm. Szóval, akkor helyette nem rossz, szerinte John Krasinski nem. Bár John Krasinski-nek a hangja nem annyira jó neki. Egy nagyon mély, tehát ő, ő, egy, ő, egy, ő egy bérgyilkos, ő egy fucking cyber ninja. Jack Black remek, Morgan Freeman hibátlan választás. Én még Jenna Ortega-t is el tudnám képzelni, esetleg Zendaját. <laughs> Jude Law, nem rossz. Nézzünk Deathstroke face-ről. Nézzük, hogy hogy néz ki az, mondjuk segít. Aha! John Mangiello nem volt egy rossz választás egyébként most, hogy így nézem. The Deathstroke, aha. Idősebb, én is egy idősebb férfit választanék. George Clooney, érdekes! George Clooney érdekes. Én szerintem ő már a Batman miatt nem fog visszajönni, de George Clooney nagyon érdekes. Szakállal. Skacok. Hány éves George Clooney, ő meg vállalna ilyet? Ez nem rossz. Nem, Keanu Reeves nem, mert egy jó színészt kéne választani, szerintem. Egy jó színészt kéne. Jeff Bridges aztán messze túl öreg, de nem rossz. Taika Waititi itt soha többet nem akarom semmi belátni. Ewan McGregor és Jude Law is jó lenne. Én az... Nem, Ewan McGregor kicsit finom. Jude Law az jó lenne. Jude Law with a beard, hogyha abba tudja hagyni a piálást, egy másodpercre bazd meg, úgy szurkolok neki. Nagyon nagy alkoholista, szerencsétlen de nem ért, látok valamit, látok valamit ö, va, a szemében egy kis kurva, egy megfelelő mennyiségi kurva anyád van a szemében. <laughs> Come on! Ez, kicsit talán ő is túl finom. Ő is túl finom. James McAvoy túl pici. Hugh, Mac, uh, Hugh Grant túl öreg. Mads ezen túl öreg. Már nem, Mads Mikkelsen nem rossz. Mads Mikkelsen nem, nem túl öreg. Uh, beard. jó... Uh, Eee. Nem rossz, nem rossz, nem rossz, nem rossz. Madsz mi adom? Mads, mi, hogyha nem mosolyog, nem tudom, miért mosolyogják az emberek. Madsz mi kezent adom. Oké, okay. oké, okay. oké, okay. oké, okay. okay. működik. A kép valamiért nem tölt be, de működik. Oppá. Oké, okay, mindjárt megcsinálom. Ne aggódjatok, pánik. Pánikolunk. Csak valamiért, így, így. Jó, oké. Okay. Mads Mikkelzent adom. Mads Mikkelzent adom. tudom? Uh, Mel túl öreg. Javier Bardem. 58 éves Benne kire, kire írtál? Kire írtál 58? Oké, okay. uh, én azt mondom, hogy 60 év a felső korhatár. Hat, nem, 60 év, nem a felső korhatár. 60 év környékén kéne lennie. DiCaprio túl finom. Josh Brolin nem rossz, de Josh Brolin... Uh, Josh Brolin talán még fiatal. Eee! Josh Brolin valószínűleg kurva jó lenne. Most hogy mondod? Josh Brolin nincs benne, az új DCU-ban nincsen benne még, sehova bejelentve. Josh Brolin jó. Jeffrey Dean Morgan, nagyon jó. Nagyon jó gondolat. Nagyon jó gondolat. Tökéletes gondolat, bazd meg. Ki volt az? Ki volt ez? Ki volt a Jeffrey D. Morgan? Prometheus. Prometheus, tehát el, elhozta a tüzet, bazd meg. Ez nagyon, ez szerintem tökéletes. Ez korban tökéletes, kinézetben tökéletes, szakálában tökéletes. Ez megnyerte. Ez megnyerte. Kurva jó Deathstroke lenne. Mert ő, tehát ő, 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 ő korban jó, de nem nincs benne, tehát hogy megvan benne az az él az az ércesség, az, az a kegyetlenség, könyörtelenség a színészi alakításában, viszont megfelelően könnyet tud lenni, hogy egy képregény képregényfilmbe szerepeljen. Én őt, Jeffrey Dean Morgant megnézve a, a, már elfelejtettem a Richardnek a színészével, szerintem az működne. Devil, köszönöm szépen a hat hónapos, micsodát? Hat fél éves előfeliratkozás, nagyon köszönöm Devil, őrület, őrület sok, köszönöm szépen a támogatást. Mr. Beast, Mr. Gyerekek, emlékeztek, amikor beszéltük róla, hogy nekem unszimpatikus Mr. Beast. És hogy csináltuk róla egy TikTokot is, ami relatíve jót ment az én számaimhoz képest, egész jót ment TikTokon. És... És ott ment a nyűnyörgés, meg a kommentás, hogy jaj, ne basztasd a Mr. Beast-et! Jaj, ne bántsd! Jaj, jaj! Hát ő annyi jót tesz az emberekért és amióta ezt kitettem, rögtön utána elkezdett összeborulni a világos összes bilije a feje fölött, és azóta folyamatosan csak borulnak a bilik. Egy vége láthatatlan mennyiségű bili áll készen arra, hogy boruljon Mr. Beast feje fölött. Annyira szórakoztató. Tehát az, az én alapbajom a Mr. beast az volt, hogy szerintem pénzpornót forgat, az már lófasz ahhoz képest, amit azóta történt. Van, gyerekek, van, ritkán van nagyon határozott megérzésem emberekkel kapcsolatban, de akkor valahogy mindig összejön. Szervusz, Zalikám! Nagyon király az Andak Köszönöm, örülök nektek, hogy tetszik, srácok. Így, így kamerában annyira nem vészes, de sajnos nem elég. Úgyhogy le fogom nyírni, és aztán reméljük, hogy következőleg megint egy kicsit erősebben nő ki. Sajnos nem lehet mit csinálni a szakállal. De meglátjuk. Dynamic Duo bejelentéséről hallottál? Nem. A Dynamic Duo az, az Batman, ugye? Batman és Robin a Dynamic Duo. Igen. Nem hallottam. Megnézzük. Hagyd meg, csak a bajusz ki fogom próbálni. Nudlinak tetszik a Szakár Nudli abszolút semmit nem, semmire nem érdeklődik. Uh, és, tehát ő, ő egyszerűen csak örül nekem, örül, hogy itt vagyunk, és most boldogok vagyunk együtt. Uh, na, azt mondja, hogy jöjjön a következő. Gyerekek, nagyon sok minden uh, hírünk van még, úgyhogy megyünk tovább. Uh, Ez Szerintem én ezt elfelejtettem. De hogyha nem, hogyha már beszéltük róla, akkor állítsatok meg. De Greta Gerwig újra forgatja Narniát. Greta Gerwig ugye a Batman, a legutóbb a barbie nak a rendezője. Én Én elmondom, hogy miért, forgat, miért van -e egyébként értem a Narniát újra forgatni, mert nem fejezték be az előző filmeket, vagy igen? Nem fejezték be az összes filmet. Illesetes? Igen. Én elkezdtem olvasni a, a Narnia könyveket, és kacok, szerintem nem igazán lehet jobbat kihozni belőle, mint a Narnia filmek, és sokan mondhatnátok, hogy Gengő, de én láttam a Narnia filmeket, és nagyon bugyuták voltak, egyszerűek, és unalmasak. Szerintem a könyv is az. Meg kell mond a Narnia az gyűrű pici gyerekeknek. É tudom, hogy ezért mindenki fel fog akasztani. Jöhetnek a buktokosok, meg jöhetnek a, 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 a rajongók. A, a, Narnia az egy egyszerűbb, könnyebben fogyaszható gyűrű számomra, és, és, én nem tudtam végigolvasni, meg kicsit ilyen ja, gyermet, nagyon, gyerme én késünk olvasni, és gyermetek volt. Valóban a narnia ez? Jó van, akkor ezek szerint jól tippeltem. egyszer írták és bártok voltak, erről tudok. Erről tudok. Gyűrűk ura kicsiknek plusz, plusz vallás filozófia. É, nézd, a gyűrűk ura se mentes a való világi hasonlatoktól. A narnia az nagyon határozottan a vallás. Nem is filozófia propaganda irányába ment el. És tudjátok mit? A keresztény vallástól ez amúgy sem idegen, és miért ne lehetne propagálni, hogyha nem? nem Jenna Ortega vagy, akkor <laughs> a, a, az az, hogy a, az a, az a ghostwriter, aki Jenna Ortega-nak írta a könyvét. A, én én teljes mértékben elfogadom, hogy irodalomban vallásos hasonlatokat és üzeneteket fogalmaznak meg. Miért ne? Miért ne? Kik vagyunk mi, hogy azt mondjuk, hogy aki keresztény világ ö, ö, rendet tartja igaznak, és a keresztény világlátást, Gyakorolja nap, mint nap az miért ne a könyvet. Én, engem nem, én nem tartom felháborítónak a keresztény áthalásokat a narniában. Én magát a narniát tartom felháborítóan unalmasnak. Úgyhogy szerintem újra forgathatják ezeket a könyveket. Nem lesz sokkal jobb. Szerintem nem lesz sokkal jobb eredmény. De, ez, de az főleg gyerekeknek szól, igen, lehet, hogy felnőttebb gondol gondolatiságot is kap majd. Én azt gondolom, hogy ez lenne a stratégikus harodina. Ez egy nagyon-nagyon blaszfémikus gondolat. Én azt gondol azért gondolnám, hogy érdemes lenne egyáltalán -e komolyabban megfogni a Narnia üzenetét és használt szimbólumait, mert a gyerekeknek én nem gyártanék most egy több filmből álló sorozatot. Én a mai gyerekeknek nem gyártanék trilógiákat, mert fucking a, a film felérél már egy másik franchise-a térnek át. Szerintem túl gyorsan változnak manapság a, a tini trendek ahhoz, hogy lehessen csinálni. Nudli aszlanként feldobná. <laughs> Nudlan. Hát azt tudna. Nudli úgy horka, nem halljátok. Úgy hork üvöltve horkol. Ez azt jelenti, hogy elégedett. A barbie is volt vallásfilozófia? Volt vallásfilozófia? Hú, valaki, che cheesy on the spot! Nagyon köszönöm, cheesy. Nem tudom, hogy miért tiltottad, de bízok benned. Az HBO úgyis készít Harry potter sorozatot. Na, a Harry Potter sorozat az meg egy olyan dolog, gyerekek. A Harry Potter sorozatnak megvan abszolút a jogosultsága. Nekem senki nem mondja, miért. Tehát ott vannak a filmek, a filmek nem fették le a teljes történetet. A filmek vége. Az ut utolsó pár film el lett sietve, rosszul lett ritmizálva, nagyon és szükségtelenül lett szétbontva a lezárása. A Harry Potterben van még mit mesélni, jól én szerintem helyes döntés sorozatot készíteni belőle. Na most, hogy a Hermione milyen bőrszínű lesz, azt leszarom. Én remélem, hogy mire kijönnek a Harry Potter könyvek, egy minimálisan már túl azon, hogy ezen felháborodjunk, hogy, hogy, hogy tehát az, azon is túl hogy egy adott mennyiségű ilyen-olyan bőrszint kötelezővé tegyünk, és azon is lépjünk túl, hogy bármilyen megjelenő extra bőrszintől ideget kapjunk, hogy vok, vok. Ezen az egészen én remélem, hogy túllépünk, mire jön a Harry Potter, mert a Harry Potter világában full lindnokolt ez a rasszváltás, és szerintem, szerintem, eh, szerintem, oké lesz. De már most fel van a káborodva emberek, persze úgy, hogy... Eh. Na mindegy. A jövő, ebben a szezonban én sokkal kevesebb ilyen, ilyen társadalompolitikáról akarok beszélni, mert mindig úgy elszomordok róla, erre jöttem rá. Viszont, viszont, gyerekek, ne felejtsétek el az új, új, új nem csak fasz, új hátterünk lesz, hála nektek, nem csak új kameránk lesz, hála a közös munkánknak, hanem lesz egy olyan asztalunk, ami nem remek. Woo! <gül> <gül> Alig várom. Harry meg egy csaj, hogy erős női karakter is legyen. A, a Harry Potterben vannak erős... Harry Potterben két kibaszott erős női karakter van. A Ginny is, aki én nem vetem észre, hogy hogyan szedte össze a Harry Pottert. Őszintén olvasás közben egyszerűen csak egy ponton azt mondták, hogy na, akkor te, te, ide jössz. És Harry azt mondta, hogy cool. Úgyhogy a Ginny az egy határozott női karakter, a Hermione, az szerintem egy nagyon jó példakép. Hermione az talán az egyik kedvenc női karakterem a tini irodalomban, mert sose, sose, ö, tehát sose egydimenzionális az, amit csinál. Tehát nem az, hogy ő az okoska, vagy ő a csúnyalány, vagy ő a néha a szép lány, hanem, hanem tehát az ő jellemével nagyon sokat dolgozott a, a rolling, és ez nagyon érződik, hogy, hogy ő sose egy, egy, cél tölt be a narratívában, hogy é, oké, ezt a Hermione tudna megoldani, akkor behozzuk. Tök sokat hibázik, tök sokat fejlődik. Ő szerintem az egyik leg, legjobban kidolgozott karakter. Ja, a Harry Potter szériában úgy általában, ezt ki tudom mondani, igen. A Harry Potter szériában a legjobban kidolgozott karakter a Hermione. Magasan. Ha jobban, mint a Harry, akiből a faszom ki volt a sorozat végére, na mindegy, ne kalandozzunk el. Szerinted Ron és Hermione összeillenek? Van benne egy nagyon határozott szerintem nem jól építették föl az ő kapcsolatuknak a, a, a révve érését, de mint, mint jellemek összeillenek, igen. Jobban, mint a, a Harry meg a hermione akarta mindenki, de ők két olyan domináns karakter, akik szerintem járnának egy pár évet egyetem elején, és aztán széttépnék egymás, kikaparják egymás szemét, és soha többet nem beszélnek egymással. Ők, ők jellemileg abszolút nem egy egymást felevelő karakter. Szerintem ez folyamatosan folyamatosan ö, küzdenének egymás, egymással dominanciáért a kapcsolatban. Szerintem ők, ne, ők nem működnének. Hermione is senkivel nem szabadat lett volna összehozni, és szerintem ez abszolút nem igaz. Szerintem ez abszolút nem igaz. Hermione érzelmi éréséhez szerintem tökre fontos volt, hogy kitalálta, hogy milyen pár illik mellé, és ezt nem azért mondom, mert hogy nő, a is ugyanez van, és ja, 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 ez alapvetőleg fontos egy jellemfejlődésben, hogy kitalálod, hogy milyen területen van szüksége támogatásra, segítségre, mi az, ami boldogát stb. Ez egy fontos aspektus a jellemének, de... Majer Barbara, ó, oh, itt van az öreg Barbie! Szervusz! Ó, oh! egy évre elő feliratkozott Barbara. Köszönöm szépen! De jó, látni Greg, jól nézel ki, kivirultál. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, visszaté, abszolút lefogytam 8 kilót, bazd meg. Úristen, most már szerintem kettőt visszaszedtem, mert nem gyalogolok naponta 30 kilométert, de köszönöm szépen, abszolút most lesvankultam, és most erre fogok Snowbody Challenge-be izmot tenni, és gyerekek jaluára úgy fog kinézni, bazd meg. Megőrültek. 8 kilót, igen, 94 kiló, na, túlsúlyos voltam, látszik, az AFK légős videóban látszik. Az utolsó látszik, hogy túlsúlyos voltam. 94 kiló volt a top, és 80... 84... Nem, 85-tel jöttem haza. 84 5 jöttem haza. Ja. Én azt gondolom, hogy ott azért volt valami, hát kb. kb 8 kilót vesztettem. Edzős vidik mennek titokra? Nem, nem, pornót nem gyártok még. Még, még, még. Aztán ki tudja. Meg kell néznem, hogy a pingvin videónak mekkora a nézettsége. Hogyha nagyon sokáig szar lesz, akkor, akkor jön az OnlyFans. Jó van, azért megy felfele. Jaj, annyira szeretném, hogy, hogy, az emberek nézzék a pingvint. Gyerekek, röviden a pingvin sorozatról. Az év, év, év sorozata. Úristen, de kurva jó. És, és ha megint azt csináljuk, mint az Andorral, hogy nem nézzük elegen, és ezért elkaszálják és a Matt Reeves nem csinálhat többet DC sorozatot, akkor én ki fogok borulni. Én hangosan fogok üvölteni hetekig. Rám fogják hívni a rendőrt. Én csinálok több videót arról, hogy csak üvöltök. Tehát a Düne sori jobb lesz. Honnan a francból tudod, Vámos András? Honnan a francból tudod? Remélem, hogy az is jó lesz. Remélem, hogy az is uh... Uh, remélem, remélem, hogy az is jó lesz. Azzal is fog foglalkozni. Nem nézhetjük a pingvin, mert beef. <laughs> nagyon, 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 nagyon uh szerettem volna beletenni Nessájos poént a kritikában, nincs benne, mert szponzorált, és nem akar, ilyenkor, ilyenkor nem izélgetjük egymást. Tudod, ez olyan, hogy szponzorált videója van a kollégádnak, akkor nem írsz alá hülyeséget, ez is hasonló, most nem akartam behozni a Nessájt, mert ki tudja, milyen baja lesz belőle, de, de volt, volt ötlet. Shogun, az jó, jó sorozat, nem az év sorzata, az év sorzata. Á, mondjuk a Shogun az előző év sorozata, az már díjazták. Ez idén, ez a pingvin. Fantasztikus színészi alakítás. Csodálatos. Vizuális munka, csodálatos vizuális munka. Ahhoz képest bazd meg, hogy ez egy sorozat. Olyan gyönyörű settingeket használnak, hogy nem igaz. Év alakítása, év alakítása, Colin Ferrottól és Kriszti Miliótól is. Menjünk tovább. Oké, okay, oké. Okay. Köszi, Cheesy. Menjünk tovább. Tudjátok, mi nézzünk, egy, nézzünk egy, egy trélert, mert gyerekek, én olyan jó fiú voltam. Én olyan jó fiú voltam hogy én megvártalak titeket a thunderbolt -szal. Tudom, hogy már mindenki látta, de én nem néztem meg. És ezért. Most, megvá most együtt megnézzük. Mr. Io, köszi szépen a három hónapos subscription -t. Az év sori az arcane lesz? Az ki fog jönni ebben az évben? Szerintem nem. Mikor jön? A novemberben jön az arkén? Még idén kijön az arkén? Hm. Na mindegy, beszéljünk róla. Most megnézzük végre valahára a thunderbolts -ot. Megint csak az előzetes tippem, de nem láttam még akkor belőle semmit. Az előzetes tippem az volt, hogy ez egy katasztrófa lesz, pusztán a rengeteg újraforgatás miatt, hogyha még emlékeztek, beleforgattak egy új főgonoszt is ebbe a filmbe. Én, én ezek, én, én, én leszek, hogyha ennyire újraforgatnak egy filmet. Na nézzük. I click on porch. Your subordinates will be reported to DoorDash HQ. Alexi, it's me. Open up. Elena. Hold on! Elena. Hi, Dad. Sorry about the wait. Uh, it was an important call, highly classified. Okay, but meg mekkel áttonom. Szátsok. Én nekem jobban tetszett a, a Black Widow sokaknak. Ez, ez meg kell határozom, ismét csak egy dolog, amit tudnotok kell róla. Nem volt jó film, és szerintem kicsit pozitívabb is volt a kritikám róla, mint, mint ami kellett volna. Azért adtam annó neki relatíve pozitív kritikát, mert nagyon hiányoltam a Marvelből a, a mélyebb karakterkapcsolatokat. Mindenki folyamatosan poénkodott már akkor is, és a családos jelenetei, a családos jelenetei a Black Widow filmek azok nekem nagyon fontosak voltak a Marvel egészét tekintve. Függetlenül lehet, be kell látnom utólag, hogy kicsit túl pozitívan láttam a filmet, második megnézésre már nem tetszett annyira. A lot of work, lot of work. Many irons in fire. You feel fulfilled? Oh, yeah. Yeah, so full. So filled. But why do you ask this? What, uh, what brings you here? There is something wrong with me. In emptiness. I'm just drifting. And I don't have purpose. I thought throwing myself into work was the answer. Okay, that's fixed sick. That's, no. that's it, that's it. That's it. Nem, nem, nem akarom többet megállítani. Egy kicsit kevésbé uh, agilis, kevésbé piruettező, de brutálisabb, ha határozottabb, kegyetlenebb -e black Widow működik. Már ebből az akció jelenetből látom, hogy ez nekem alapvetően szerint működni fog. Oké, nem állítom meg többet. Három és fél perces tréler? What the fuck? Az, nagyon el akarnak mondani valamit. With your Peter, yeah!

Everyone here has done bad things. Shadow ops. Robbing government labs. Contract kills. Yeah, so. So, someone wants us gone. What the hell? We're brought up with this belief? Oh, there are good guys, and there are bad guys. What's the plan? This could get messy. But eventually, you come to realize that there are bad guys, and there are worse guys, and nothing else. Look at you. So adorable. not worry, she's bulletproof. WHAT HAPPENED TO the boy, it's BULLETPROOF?! IT'S BULLETPROOF-ISH! Is that Bucky? That's not good. Oh my god, the old, old, you ...the Egyet értek, egyet értek jelenállal. not good. Egyet értek jelen Is that Bucky? Tényleg Bucky. That's not, That's not good. Jaj, na jó. Kicsit Suicide Squad feelinges, én szerintem ez már ebből a trailerből látszik, hogy jobb lesz, mint a Suicide Squad. Valamit segítsetek nekem, mert az, az emlékezetem egy öreg emberé, ami a modern popkultúrát illeti. Ő a Ghost, aki az Ant-Man 2-ben szerepelt. És a Taskmaster... Taskmaster... Ő a Ghost, és ő a Taskmaster, ugye? Igen? <laughs> Jó, oké. Okay. Szóval, oké, okay, ak akkor jól emlékeztem, mert a színészeket már elvesztettem. A Taskmaster, az szerintem az egy méltatlanul elhanyagolt karakter. A Taskmasternek és, és, nagyon tetszik egyébként, hogy nőből van, kevés olyan karakter van, akinél automatikusan azt mondom, hogy ja, ja, ez csaj, de, de a Taskmaster nekem tökéletesen működik minden. Úgyhogy én, én nem vagyok ezen felháborodva, szerintem, hogy általában ez a csapat egy sokkal hitelesebben összeverődő csapat, mint a Suicide Squad, és ennek a fő oka az, hogy kb. azonos erőszinten vannak. Taskmaster, kérlek szépen, Jim, a Taskmaster az egy karakter, aki le tudja másolni az ellenfeleinek a, a, a stílusát, és azért meg tudja, ők bárkit meg tud verni, mert megnézi egyszer, és már látja, hogy hogyan verekszik, és le tudja ez, ezt a verekedési stílust másolni. Mindenhez ért, minden fegyverhez, minden verekedési martial arthoz, nem tudok magyarul küzdősporthoz, mindent meg tud tanulni, mindent le tud másolni. Az egyetlen egy karakter, akivel nem tud semmit kezdeni, az a Deadpool, mert mivel a Deadpool nem fél a haláltól, ezért mindig random fasságokat csinál, ezért a Taskmaster nem tudja előre kitalálni, hogy ő mit fog csinálni. A Taskmaster egyébként a... Izébe szerepelt, röviden szerepelt a Black widow szerintem őben benne még bőven van. Éj, örülök, hogy itt vagy. Nagyon jó érzés hazajönni, így van. A Spider-Man játékokban, az Avengers játékokban is benne volt. Így van, a Spider-Man játékokban benne volt. Így van. Na most a Bob bekaphatja a faszomat, gyerekek. Sajnálom. Sajnálom, már most utálom Bobot. A faszom ki van ebből. Gyűlölöm Bobot. Menjen a picsába. Nem akarom, hogy másodpercig se a képernyőn látni. Miért mondom ezt? Mi ez a hirtelen harag Bobba kapcsolatban? Bob lesz Sentry. A ah, Szentrit elfelejtettem, hogy ő benne van. Olyan, olyan hosszú monológot írtam a fejemben Bobról. <laughs> kurva életbe. Cool. Rendben, Bobot elfogadtam. Bobot elfogadtam. A, a, következő volt a, a, a monológomnak a lényege. A Marvel filmekben sok mindent lehet a utálni, sok mindent lehet unni a tipikus Marvel formulában. Én a random srác, aki belekeveredik a veszedelembe, és nem érti, hogy mi történik, és szuperhősök csapnak össze a feje fölött, na én abból, abból, nekem abból van már elegem. És ugye minden, mindegyik, mindegyik, a Black Edenben is volt, a Thorban is volt több. Itt vágjátok, ez az a haver karakter, általában a sofőr, vagy valaki, aki segíti a főszereplőt, aki ilyen, hú, hú, mi történik itt? Hát én, én ilyet még sose láttam. Szóval én ezekből a faszom ki van. És azt hittem, hogy Bob is ez lesz. De Bob Sentry lesz. Sentry az egyik, hanem a legerősebb szuperhős a Marvel univerzumban. Erre jól emlékszem? Nézzük csak meg a centrit, röviden. Röviden megnézzük a Sentryt. Ja igen, srácok, ez relatíve keveset fog nektek jelenteni, de... Ú, uh, ne, 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 bocsánat, nem akarok spoilerezni. Nem akarok spoilerezni. Úgyhogy már előre elolvasom, és utána megmutatom. Gyerekek, válaszolt az Ázusz? Válaszolt az Ázusz. Aki nem emlékszik, körülbelül egy éve mindig felhozom, hogy de jó lenne, ha válaszolna az Ázusz, hogy lenne új hardverünk a streamelésre, mert az valami, amit ti tőletek abszolút nem költenék a malac de szerintem én sem tudnám kifizetni. És leszúj, leszúj, lesz új, lesz gépünk. A, természetesen az ipontó kapott gép az még mindig megvan, az azon gamingelünk, de ez azt jelenti, hogy keneséről is sokkal jobb minőségben tudok majd anyagokat gyártani, úgyhogy nagyon fasza, nagyon örülök neki. Úgyhogy ezt is elértük. Nem, nem adtuk föl, is, úgyhogy bizony hardware téren is Jól fog menni, mert a, a, az, az minim, ezt mondom, de manapság költök általában olyan dolgokra, mint az, ezek az új lámpák, új kamerát is vettünk annak idején, új hangdobozt, ezek a kisebb beruházások, amik mellett tudjuk a vibe-nak a fizetését fizetni, hogy a YouTube csatornánk, ami tök jó megy, az is mindig gépkézláb maradjon. Azért nagyobb beruházásokat próbálom szponzorból megoldani, hogyha nem sikerül, akkor én veszem meg. Na, ez ennek most nagyon örülök, erre szükségünk volt, úgyhogy új hardware-rel megyünk tovább. Urrá! Na! Uh, Szentri! Uh, mik a képességei? Nem akarok, nem ak ne, el ne olvassátok! Powers, hol van a Powers? Powers and Abilities. Super Soldier Serum. Uh, ó, ő is egy Super Soldier! Oké. Okay. Százszor durvább! szériumot kapott, mint Amerika kapitány. Tehát ő egy százszor durvács super Oké. Okay. Sentry is a sentient life force, a refugee from another universe. Jó, azt nem hisszük el. Tehát ő magyarán a legszuperebb super soldier, aki valaha szuper volt és soldier. Százezer. Mi százezer? Százezerre több? Hundred thousand times. Oké, okay, igen. Oh, bocsánat, százezer szer több. A lényeg, ami... Jó, a képregények, meg. <laughs> lényeg, ami lényeg. A Sentry a legszuperebb soldier, aki valaha a super soldier volt. Nekem, nekem... Ez az egész Thunderbolts, ez egy nagy super soldier haverkodás. Mindenki így vagy úgy, valahogy a super soldier. És ezért nekem már egy hitelesebb csapatnak tűnik, mint a Suicide Squad. Nem, a trailer nem győzött meg arról. A trailer nem győzött meg arról, hogy visszakapom azt, amit én a Thunderbolts-tól igazán akartam. Amikor kiderült, hogy miért gyűjtögeti össze, ugye, a, nem is tudom, hogy hogy hívják akar, a női Nick Fury, elkezdte összegyűjtögetni ezeket a harmadrangú bosszúállókat, amikor ez kiderült, hogy ezt miért csinálja, én egy dologra számítottam, bosszúállók versus Winter Soldier. Tehát egy, egy kémes, egy politizálós basszuálok Nekem az működne nagyon, én annak nagyon örülnék, hát, tudjátok rólam, csináltuk együtt a, a, a ranglistát. nekem az egyik, hanem a legkedvencebb Marvel single filmem a Winter Soldier. A trailer ilyen fent és lent. Eee! Nekem ez nem jött le a trailerről, de elfogadom, elfogadom. Én nem látom még a, a, történetet ki, igazán kifejtve. Na, bocsánat, nem, meg kell tanulnom újra ragozni. Uh, nem látom igazán a történetet kifejtve ebbe, ebbe a trélerben. Uh, uh, click, leave on yeah. Mr. McCarthy, Mr. McCarthy. Oh, oh no. Who are you? Uh, I'm I'm Bob. Who sent you, Bob? Nobody. Were you all? You were all sent. We're brought up with this belief that there are good guys and there are bad guys. What's the plan? This could get messy. Nem látom, nem látom ebben a trailerben, hogy mi a története. Nem látom. Köszönöm mindenkinek a falót is. Egyébként, gyerekek, a stream végén maradjatok itt, tartsátok bekapcsolva a stream végén. Új, új uh, follower gold kell meghatároznunk, bizony, bizony. Mert az IRL streamet azt elértétek, és a hellort téged is befogjuk pótolni, úgyhogy mind a kettőt megcsináljuk most még összel. Új follower gold kell találnunk, mert elértük a 25 ezeret. Ha figyelembe veszek a Sentry-t, az már is értelmet nyer a Where is my mind? Ez kétségtelen, én a történelem... na mindegy. Hmm. Cooking stream? Ú, felújítottam a konyhámat, lehet cooking stream, ha szeretnétek. Jenna Hennát t megtaláljuk, ezeket be fogjuk pótolni, ezzel kell, esküszöm. Ad e ezzel kezdünk, az már nagyon kínos, hogy még mindig nem csináltatom meg, megcsináljuk. Csak mondám, ott volt a Loki joga Nagyon jó, mindegy, meglátjuk, meglátjuk, bálos jelenetnél, oké. Okay. Igen, ott volt. That there are good guys and there are bad guys. Keresd a balosit. Itt a balos. Itt a balos. With this belief. Hú. With this belief. Hol, believe... Hol látod ez a balos? Oh shit, tényleg. Oh, hát itt van. Oh shit, oké. Okay. Nem hiszem, hogy ez bármit jelent, de azért szórakoztató. Ezeket azért rakják bele ebbe a trélerbe, hogy aztán tudjuk csinálni a 25 isztereg, amit nem láttál ebben a trélerben is, Geci unalmas mind a 25. Benne van a Bob, aki a Sentry! Wow! Utálom ezeket a videókat, semmi érdekes, soha nincs bennük. Még lehet, hogy mert én túl sokat foglalkozok ezzel. Mm. Jöhet a Minecraft film trélerre, nézzük meg. Na most gyerekek! Ezt muszáj volt megnéznem, Ez 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 ez, ez, nem, ez be, meg mondjam. Ez, ez nem bírtam várni, mert legyen tiszta, a Minecraft az generáció meghatározó játék. A Minecraft fontosabb mint a GTA-k, a Call of Duty-k, a, a a Assassin's creed ok együtt sokkal a Minecraft azzal egy dolog tud esetleg versenyezni popkultúra és relevancia és lényeg szintjén a Mario. Abs maximum a Mario. De én megkockáztatnám, hogy neki is nehéz. Generáció. Most már a második generáció nő föl a minecraft Az egy iszonyatosan központi, meghatározó, lényeges, elit játék. Nem tudok több random melléknevet dobálni az arcára. A Minecraft a legfontosabb játék valaha. Fucking fact! Nem csak azért, mert milliárdot adtak el belőle. De egyszerűen, egyszerűen sok szempontból sok szempontból meghatározta több millió ember életét örökre. És ezért meg kellett néznem a trailert, hogy pontosan, pontosan lássam, hogy ebből az ikonikus játékból milyen milyen filmet csinál. Húva, húva, jöttem, és itt van az első baj. Láthatjuk. Igazából én azt gondolnám, hogyha levonjuk a tré, A, a kezdést... Á, nem, nem, nem. Én azt mondanám, hogy a kilencedik másodpercnél megláthatjuk azt a hibát, ami tönkre teszi ezt a filmet végérvényesen örökre is mindenkinek. A kilencedik másodpercnél. Mi a faszér élő szereplős? Mi a faszér élő szereplős? Te is írjátok, nem? Mert, mert, jártok erre a streamre, és tudjátok, hogy milyen mi a helyes. Fa... Mi miért, kellett ezt élő miért kellett ezt élő szereplős? És tudjátok, hogy mi van? Tudjátok, hogy mi a kibaszott érdekes? Ha ebből ezt megcsináltatok jó minőségben animációba, Nyomtatni lehetne a pénzt fucking örökre! Meglenne az új Minions! Simán, örökre! Végtelen pénz! Ha csak animáljátok! Mert felkérhetitek az Illumination-t is, azokat a mocskos, szarházi, minősítetetlen munkát végző B-kategóriás, C-kategóriás bagást! Bárkit! Bárkit! Egyszer azt mondjátok egy Flash animátornak, figyelj, csinálj! Animált Minecraft filmet nekünk, itt van egy millió dollár! És, és, nyomtatjátok a pénzt örökre. Hogy mi a faszér élőszereplős, azt nem tudom megérteni. Egy tippem van. Egy tippem van. Arra esetleg rájött a, És ez is Warner Brothers, bazd meg, ez lese esett eddig. Warner Brothers, miért? Ez nem igaz. Ez nem Lionsgate. Nem Legendary Pictures, tényleg. Warner Brothers, bazd meg. És minden alkalommal, minden alkalommal, amikor amikor végre behúztok valami normális döntést. Na jó, a kérdés, a tippem a következő. Azért gondolták, hogy élőszereplősnek kell lennie, mert a Minecraft eredeti felrobbanása az olyan régen volt, hogy az igazi régi Minecraft rajongók már fiatal felnőttek fiatal felnőttek, gyerekek. Tehát annak ellenére, hogy a gyerekek már még nem fiatal felnőttek, azok a gyerekek, akik most gyerekek, azok elmennek erre automatikusan, mert nincs agyuk és nincs pénzük. De a, azok, akik döntést hozzák a jegymegvásárlást, illetően azok már fiatal felnőttek, és nem gyerekek. Tehát a gyerekek másodlagosak. Oké, nem mondom ki többször. Szóval szerintem azért élő szereplős, mert esetleg a felnőttebb korosztálynak így akarják vonzóvá tenni. Gears of War filmet kérek Kevin lenne. A Gears of War filmbe tipikusan nem lenne megfelelő Kevill, mert Kevill szerintem nem tud olyan primitív szintre lesüllyedni, hogy ne tudjon összetenni egy összetett mondatot. pedig a Gears of War filmbe nem szabad, hogy elhangozzanak összetett mondatok. Annak meg kell maradnia a, 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 a fucking papucsálatka mentális szintjén. Úristen, Gears of War milyen ha hihetetlen, buta játék sorozat bazd meg! Jesus! Jaj! Szeretlek, Greg, de az Arkán Trailer is kippet uh, ki ne hagyjuk. Uh, már is nézzük, letúj Arkane Trailer, biztos, megnézzük. Szóval, uh, rossz ötlet volt. Szerencsétlen csaj! Ők már utána. Mi történt a Jason Momoa-val? Mi történt? Mi történt? Gyerekek, mind a Vin Diesel, mind a Schwarzenegger, mind a Rock egyébként tökre jól ráéreztek, hogy milyen humor stílusban működnek jól, és mind ezek a nagy darab izmos színészek, ezek megértették, hogy nem szabad lemenni a nullára komédia szintjén, mert sose tudnak visszamászni onnan. A, a, a fogtündért megcsinált a Vin Diesel, és annyi, rájött, hogy soha többet a... mi az, a... a Schwarzeneggernek is egy ilyen filmje volt, ahol ilyen nagyon primitív buta humorba ment le, és aztán soha többet. Tehát én, én a mamó az rendszeresen most már ezt csinálja, hagyd abba, öreg! Hagyd abba, öreg! tényleg! What the hell? és nem néz ki, ne nekem nem mondjátok. Szerintem egy ilyen C-kategóriás illumination animációnak tökre elmennek ezek. Tehát az nem kell feleslegesen basztatnunk őket. Nem nagyon izgalmas vagy jól megvalósított modellek, de mondom, egy ilyen flash animátor által gyártott kis egyszerű filmadaptációnak szerintem tökre elmennének ezek. Anything you can dream about here, you can make. Who are you? Itt lett vége Jack Black karrierjének, gyerekek. Itt, ezen a ponton lett mindenkinek elege Jack Blackből. I'm Steve. Itt, ezen, pontosan, pontosan mindegyik arcot átérzem. Mindegyik reakciót magaménak vallom. Egyszer, én nagyon szeretem Jack Black-et, szeretem a zenéjét is, elég volt ebből. Jack Black sose volt vicces, nem igaz, Bendegúz. Csaki, köszi szépen a négy hónapos subscription-t! Ú, négy hónapra előre, nagyon köszönöm, Csaki. Megnézed majd a Minecraft filmet? Ugye, hogy nem? Én is csak, én is csak azért fogom megnézni, mert biztos hiszti, hiszti, fiúk és hiszti lányok lesznek alatta. Uh, veszed picit a YouTube hangerejét? Persze. Oh, no problem. Már is veszem. Azt mondja, az audio tényleg egy kicsit le van húzva, feljebb vettem. Oké. Okay. This guy is such a yeah. tool bag. Fú, de utálom ezt a lána. This way. Ez egy katasztrófa lesz, gyerekek. Ez, ez egy katasztrófa. Lejjebb. Persze, felhangosítom, miért nem szóltok? Oké, mínusz, akkor most felraktam plusz egyre. jó. jó, jó. Nagyon vicces hangulatomban vagyok már. Ú, gyerekek, nagyon fontos, míg, míg még itt vagytok, nagyon fontos. A hétvégi streamek nem térnek vissza többet. Meghoztam ezt a döntést. Meghoztam ezt a döntést. Kin. Kaminon, amikor egyik napon csak ilyen ilyen szakmai változtatásokon gondolkodtam, akkor ráébredtem, hogy baz meg mindegyik! ilyen hétvégi streamben legalább egyszer, hanem többször apologizálok és nyökögök és röhögök azon, hogy milyen baszott fáradt vagyok. Nem lesz többet hétvégén stream. Megmaradnak a, stream mennyiségek, megmaradnak, de én szerintem hétvégén nekem pihennem kell esténként. Mert elfolyik az agyam, bazd meg! <laughs> Ami persze vicces, meg hülyeségeket csinálok, de szerintem, szerintem sokkal jobb, hogyha hogyha mondjuk nem csúszik 40-szer félre a stream, vagy e, pontosan tudok megfogalmazni dolgokat, vagy rövidebb idő alatt tudok kifejteni véleményeket. Úgyhogy szerintem a filmhír streamet áttesszük péntekre. E, nyilvánvalóan ez a nézettségnek e, oda fog vágni, mert hétvégén senki nem streamel, csak én, főleg ilyen késő este, de én úgy döntöttem, hogy nem érdekel, mert az, a, a streamnek alapvetően jó hangulatúnak kell lennie, jó kedvűnek kell lennie, ez egy önfenntartó vállalkozás, én nem akarok ebből milliárdos lenni, sokkal jobb szerintem mindenkinek, hogyha én is pihentebb vagyok, és és ti is minőségi kontentet kaptok. Alright, ennyi. A marad nem holnap levágom, mert a Forbes-ban fogok szerepelni fotón, és azt megtisztelem ezzel. Na nézzük, azt mondja, hogy. Uh, last of Us trailer? Csak nem. Csak nem. Nem, nem. Há! No! Tényleg! Bazd meg! Én ezt elfelejtettem, én ezt nem tudtam, hogy lehet. Oh my god! Melyiket nézzük? Skin card nem nézzük. Biztos? Jó, oké, nézzük ezt. Ah, oh, you want Nincs felirat. Egy az egyben a játék! Új, de, új, de ki fog mindenki borulni, bazmeg. meg! Hú, de ki fognak borulni! Jaj, Isten, de idegesek lesznek! Jaj, nem! Let's try something different. Nagyon jól lefiatalították. Ez egy jó, jó. You can't heal something unless you're brave enough to say it out loud. I'm not Ezt egy kommentet láttam. Egy kommentet láttam Facebookon, ami arról paraszkodott, hogy miért nem ez a kislány lett a... Tehát miért nem cserélték meg a szerepeket. És megint csak azt mondom a gaming communitynek, hogy kibaszott durva önelemzést kell tartania erről az egész casting döntésről kialakult vita kapcsán. Én egyszer magunkba kell néznünk, gyerekek. Say the thing you're afraid to say. Say it out loud, no matter what it is, no matter how bad. Na, ugyanoly, jelenték, az... What did you do? oh ah, this you on key who's not your on his key oh buzz. Hát nem volt több intelligens reakció. Hát én nem hiszek a jobban. Szóval sajnálom, Sky, én nem hiszek a jobban. Én nem hiszek. Én a sokkal rosszabban hiszek. Ez nagyon jól néz ki. Egyértelműen, amikor valami ennyi díjat nyer, akkor azért odaadják neki a pénzt. Good job, Warner Brothers! de ez nem Warner Brothers, de ez Warner Brothers. Szerintem ebben az évben nem jutunk el odáig, de, de jutunk. CC... nincs spoiler a chatben, biztos vagyok benne, hogy eljutunk odáig. PV-k, 10 hónapra előre előfizetett, 18 hónap mondhatni nagykorú, hell yeah! <hê> Köszönöm szépen, pv És Candy! Candy 21 hónapra előre feliratkozott? Miha? Jézus Mária, mi? Csak nem ezeket mindig összetéveztem. Ilyenkor azt kéne írnia a Twitchnek, hogy atya ég valaki előre ennyit feliratkozva, vagy meg kéne különböztetnie. Nagyon köszönöm, így vagy úgy a feliratkozás. Nem, 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 csak úgy köszönöm. Oké. Okay. Szerintem az lesz az évad záró. Evil likes cheese nem. 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 Egyrészt, oké, okay, köszi cheesy. Nem csak 23 hónapot voltam. Oké, okay, akkor oké. Okay. Uh, szóval, ugyanúgy, nekem ugyanúgy írja ki az én felületemen, kb. És akkor mindig így meglepődök. Na mindegy. Uh, CC, uh, szépen a Prime Subscription-t! Még az Arkane Season 2 trailer szóba került, már is nézzük. Röviden erről, erről a véleményem az, hogy ez megint az meg egy Victory lap. Tehát ez az, amikor megértették, mindenki pontosan megértette. Mindenki pontosan megértette, hogy mi a feladata az első szezon legyártása közben. Ez sikerült nekik, ezt összehozták, elvitték az összes díjat, az meg, és akkor most be, betoppan a Warner Brothers, és így a, akkor csinálok, megcsinálok még egyszer, és mindenki azt mondta, hogy yes. És ugyanez lesz a vizuális minőség, ugyanez lesz a forgatókönyvi kreativitás, ugyanez lesz az adaptációs munka. Én úgy gondolom, hogy ez, ez egyszerűen akkora teli találat lett ez a sorozat az első szezonját tekintve, nem látom, hogy nagyon elbasszák. Na most, ami az érzékeny részét illeti a játéknak, és most nem arról beszélek, hanem. Ja, de ez, ez egy. Tehát a transznemű karakter, amíg már annyi ember felháborodott. Transznemű, ugye Jól mondom, igen. Én remélem, hogy egyszerűen csak, egyszerűen csak ugyanúgy csinálják meg, mint a játék. Meg kell hagyni, hogy én úgy gondolom, én, én hajlok arra, és ha, ké, készen kell elfogadni azt a véleményt a második lastovasszal kapcsolatban, hogy a története jobb, mint amit eredetileg éreztünk, hanem egyszerűen csak el, az átlag játékosok, mint én is gecire elunták magukat az arhaikus játékmenet során. És így nem tudtuk igazán értékelni a történetnek a mélységét. Én hajlandó vagyok ezt elhinni, és újra fogom nézni a játék történetét csak a katsszínek keresztül. Mert én úgy, én geci laposnak tartottam a második, ezt a játékot, és lehetséges, hogy tévedtem. Meg fogom nézni. De remélem, hogy a karaktereket úgy hagyják, a történetet úgy hagyják, legyenek bátrak, legyenek szókimondóak. adaptáljanak pontosan bazd hogyha már az elsőbe sikerült. Nagy költségvetése, nagy címmel, ami nem képregény, nem tud hibázni, az öreg Warner. É A Warner! bármikor megoldja, hogy hibázzon. A Bar ez nem egy kihívás volt, a Warner egyébként nézi a stream egy gyerekek, úgyhogy azért óvatosan kritikáljuk. Szóval Mr. Warner, ez nem egy kihívás volt, hogy basszál valamit, jó? A gyerek nem tudja, miről beszél. A, Warner a Last of Us Part II egy videójátékon túlmutató drámai eposz. Ez nem, ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy ez egy magas minőségű drámai eposz. A videójátékokon túlmutató, azt szerintem már nem állja meg a helyét. Értem, értem, hogy mit mondasz, ez egy geci nagy dolog, ami irodalmi minőségű. Fair. Én nem gondolom, hogy most már arról kell beszélnünk, hogy számítógépes játékokon túlmutató. Én azt gondolom, hogy ez nem helyes, ez nem pontos, ezt el kell felejteni, ez egy indokatlan lenézés a számítógépes játék műfaja, vagy műnemének. Médiumának ezt akartam mondani. A számítógépes játék olyan komplex és ö, súlyos narratívákat tud most már közölni, ami semmiben sem múlja alul a könyvet vagy a filmet. Nem spoilerzünk többet, nem is beszélünk többet a játékról, értem. Sz én hajla, hajla, hajlandó vagyok újra nézni a játékot és a történetét, és ö, nyitott szívvel ö, befogadni ezt a sztorit. Remélem, hogy tényleg jobb, mint amire emlékszem. Bob Dylan film előzetesét megnéztük már, igen. Horizon játékok, az a Horizon játékok, nem annyira nagyon mély a története, de, de megadom, hogy azok jók. Venom 3 előzetes már néztük, oké, nézzük meg, azt mondja, mi volt, Arcane, ugye? arcane néz... van-e új, ezt szerintem már ne... láttuk, nem? Ez egy hónapja volt, ezt biztos láttuk. Nem láttuk? Le... itt it, 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 Cheesy láttuk? Balerina, látom, hogy írte, írtad, hogy balerina. Oké. Okay. És Ö... ezt láttuk mi? Szerintem igen, ugye? Nézzük meg. You were right, Kate. Nem, ezt nem láttuk. My sister is gone. There's only Jinx now. <laughs> I want to tear that laugh from her throat forever. I'm ready. To return peace to this city. Okay. We must declare martial law. Topside is the real enemy. You have the chance to rally the undercity together. Oh Your it's

The, over method, it after the arcane is waking up. Sometimes taking a leap forward means leaving a few things behind. This has to end. Oh, this has to end. stop me. Az meg. Na. Na. E, hogyha esetleg valaki tiltakozott, elnézést kérek. A valaki tiltakozott az ellen, hogy miért ne vasárnap este legyenek a streamek, na ezért! Sikerült ismét végignéznem egy trélert egyedül. Nem baj, nem baj. A reakciómat, a, igen, a reakciómat, e, Láttátok, és igazából semmi gond, mert megnézzük újra. Én kíváncsi vagyok, hogy észreveszitek el, hogy mi az, ami nekem nagyon nem tetszett ebben a trélerben. Elnézést még egyszer mindenkitől, megyünk tovább. Szóval... Kíváncsi vagyok! My sister is gone. <laughs> Kathy, <nagy komoly> <laughs> not Komoi. I want to hear that trailer. laugh from her throat forever. I'm <laughs> ready. Aha. To return peace to this city, you must declare martial law. Oh, you and let me you all my evil. Topside is the real enemy. you have the chance to rally the Undercity together. You're a symbol. So what? So what are you planning? It, it, it fogjátok látni, nézzétek a tüzet. Skacok, bazd meg! Ne legyen igazam! E adja az atya úr is, ne, hogy ne legyen igazam. De nekem ebből a trélerből az jön le, hogy vizuálisan visszaesik a minősége a második szezonnak. Nem ebből az egy darab gyufaszából, az általános trailer által használt képekből az az érzésem, hogy nem azt a vizuális varást, minőséget, részletességet fogjuk kapni, mint az első szezonban. Én ezt látom. És ezért voltam annyira elkedvetlenedve, mert ez... Nem, nem, ezek a karaktermodellek, a részletek, a hátterek nem tűnnek olyan minőségűnek, mint az első szezon. És... Az első szezonnak a sztoria kurva jó volt, a karakterek nagyon jók voltak, de most ki fog szerintem derülni, hogy mennyit tett hozzá a példátlan animációs minőség. Na most, nem olyan finomak a mozgások, egy rakás területen, de mondom, ennél a tűz, ennél a gyufánál jöttem rá, hogy oh shit, bazd meg. Megtartották, hogy a füst effektek azok, más, azok másféleképpen vannak rajzolva, azok más vizuális stílus képviselnek, mint az átlagos háttérek, meg a karaktermodellek. Tehát van benne valami az első szezonból, de én, én úgy látom, hogy egyszerűen, hogy nem. Úgy látom, hogy nem. És tudjátok, mi van? Itt most lehet védeni a, a, az alkotókat. Jaj, de nem volt annyi időjük, meg az első szezonon sokkal többet dolgoztak, meg most, most nyilvánvalóan mennyire kellett nekik tolni, hogy még föntartsák az is Nem kell megvédened a milliárdosokat. Se a céget, se az alkotókat. Az alkotók nem milliárdosak, őket néha meg lehet, de, vagy meg lehet védeni, érted, miről beszélek. Nem kell neked a művészeket mentegetned, hogyha valami nem jó, akkor nincs mit csinálni vele. Remélem, hogy nincs igazam. Remélem, bazd meg, hogy hülyeséget beszélek, és ez egyszerűen sokkal jobb lesz, mint ahogy ebből a trélerből kitűnik. Remélem, bazd meg, hogy gazdagabb lesz, és kísérletezőbb lesz, mint ami lejön itt, mert ez egy teljesen egyenes animációs sorzatnak tűnik. Egy nagyon szép animációs sorzatnak, ezt hozzá kell tenni. Nagyon-nagyon szépnek néz ki még mindig, de messze nem tűnik annyira különlegesnek nekem, mint az első szezon. Ezért nyűnyörögtem. A másik pedig az, hogy annyi kombat van ebben a trailerben, baz meg, hogy... Tehát gyakorlatilag csak kombat az egész tréler. És csak robbanások, és csak... Nem, bazd meg, nézzétek ezt a közeit a srácról. Egyszerűen nem... Nem, 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 nem ugyanaz a részletgazdagság, mint az első szezon. Na mindegy. Reméljük, reméljük, hogy nincs igazam. De ezért nyugyörögtem. Nem tudom, hogy miért csináltak egy csak küzdelemmel töltött trélert egyébként. Tehát ezt nem pontosan értem. A, 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 nekem az Arkén első szezonjában specifikusan a küzdel jelentek érdekeltek a legkevésbé. Annyira jó karakter pillanatok voltak, annyira jó dráma volt, hogy a küzdelem szükséges volt. Abszolút kellett bele, de nem az nyűgözött le a legjobban. Éh. Nézzük meg, hogy látja-e valaki ezt még a kommentek között, valószínűleg nem. Nem. Mindenkinek tetszik. Jaj, remélem, hogy nincs igazam. Oké, okay, mindenkinek nagyon tetszik. Remélem. A klip a dráma. Ferina, ferina 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 fair enough, fair, enough, fair, enough, fair, enough, fair enough. Lehet, hogy szétosztották. Oké, okay, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Miki 17, ezt ki, kihúztam én, és jöjjön a Miki 17. Remélem, most jó lesz a hang. Hi, Miki. experiencing any vertigo? I guess I am feeling a little dizzy. Oh wow! Did you see that? Now nah, I wouldn't be surprised if you're thinking at this point, what have I done? How lucky can one guy be? Nothing was working out, and I wanted to get off of Earth. You're applying to be inexpendable? Yeah. You read through the whole application. Ain't that a kick in the head? Yeah, I should have read through it. Buzz, get a vámpír fiúnak milyen, milyen voice acting készségei vannak. Fel se ismertem a hangját, hogy felismertétek a hangját. É a a a ő először, a, amibe amiben sokkolt engem, az a Boy and Heron volt. Peti, ugye, 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 én, ne, ne hülyéskedjetek már, hogy ebből felfogtátok, hogy Petinzon. <coughs> I wouldn't be surprised if you're thinking at this point, what have I done? How lucky one guy be? Nothing was working out, and I wanted to get off of Earth. You're applying to be yeah. expendable? Yeah. You read through the whole application? The head. Yeah. I should have read through it. Once you die, we we'll print a new version of your body. My head they made me work my ass off on one mission after another. Every time you die, we learn something new. and Humanity moves forward. Oh, Wait, he's alive. It's fine. My life is gonna be beautiful. <laughs> what would they oh, have the cash going to last? It's not looking very good for you. Yeah, no. I'm sure you're used to it by now, but what's it feel like to die? Even on my 17th go round, I... I hate dying. Why aren't you dead? <laughs> With multiples. Yai, they'll Yai, they'll Every individual. Tell me quick blow up these second-hand baloney boys ha hatch got dug why don't you use yeah. two rock-paper-scissors and then we'll just shoot the loser <�ac -alet> <sharp -alet> nagyon nagy költségvetésű film. I'm not you. Nem tudom elmondani. I don't like Hány tínédzser lánynak lehetett pontosan ez a kép a fantáziája éveken keresztül? <laughs> nem kell választani közülük, mind a kettő Robert Pattinson. <laughs> Jaj, ne! Én Edwardot szeretem, de Edward annyira vonzó. <laughs> Na jó, el kell engedni. Kül. Pattinson megdolgozott azért, hogy ne basztassuk többet a, a, a viccekkel. Viszont, 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 srácok, elmondom, hogy mi van, elmondom, hogy mi a megérzésem, elmondom, hogy mi az igazából az igazságom. Ez a film, ez ott, ba, ott baszta el, hogy ez komédia. Ha ez a film nem vicces, ez annyi oszkát nyerhetett volna. De vicces filmek ritkán kapnak oszkát. Nem is tudom, hogy mikor kapott utoljára igazán vicces film, igazán fontos oszkát. Uh, nagyon jól néz ki. Nagyon jól néz ki. Space Fallout. Ez azért vicces, Szorlix, szervusz, Szorlix. Ez azért vicces, hogy ezt mondod, mert elvéve megcsináltak a Space Falloutot, de senki nem foglalkozik vele. Annyira, hogy mi még mindig Space Falloutot mondunk. Igen. Leander, köszi szépen a két hónapos subscription-t. Hajneve neve van, de azt nem kapott, igazad van, és ez vicces volt. Úz ez kínos volt. Ez valamiért, valamiért család nézte meg. Szerintem valamikor karácsonykor. Szóval kínos volt, mert van benne egy szexin. Drámában jó lenne ez a story. Én azt gondolom, hogy komédiában is teljes mértékben jó. Robert Pattinson változatlanul sorozza, egymás után hozzázd meg a meglepetéseket. Lassan nem, lassan már belefáradok, és nem vagyok hajlandó meglepődni rajta. A voice acting -e fantasztikus. Jó, drámai színész, jó, humorista színész, komik komikszínész. Bongjong hója, tehát, ugye ez. Tony őrületek. Tehát itt vannak érdekességek, ez egy kreatív, izgalmas, poénos filmnek hangzik, Mark Ruffalo az mindig jó, és megint csak egy olyan film, amit megnézünk, és figyeljétek meg, ha jó, ha potenciálisan jó, eltelik egy hét, és megint mindenki azzal fog jönni, Hollywoodban már nincsen eredeti gondolatok. Nyá, nyá, nyá. Vagy ez utat eszembe, hogy bazd meg, ez nagyon frissnek hat. Vagy meddig fognak rá emlékezni az emberek? Nagyon remélem, hogy ez jó lesz. Én szerintem ez egy picsa drága film. És nagyon drága film. nek tűnik. A Skiffy általában mindig... Tudom, Szifi, ki a faszt érdekel. Szóval a Skiffy az általában nagyon drága műfaj és komédiát gyártani belőle. Nagyon bátor húzás. Én szurkolok ennek a produkciónak, hogy jó legyen. A Moon hasonló alapgondolat? Ja, istenem, nem. De ne beszéljünk a Moonról, mert ezt mindenkinek látnia kell. Mindenkinek látnia kell, ez egy nagyon jó film. Oké. Okay. Uh, Gladiátor Trélet se látta. Megnéztem a Thunderbolts-ot, meg de annyira nem vágott hátra, mint vártam. is to call okay choosing gladiators they're usually prisoners of war I claim this city for the glory of Rome you have something in you rage never let it go. It will Ooh, carry you. To greatness, I own you now. But whose head could I give you to satisfy your fury? The general will do. Rome has taken everything from me, but I will have my vengeance. This life, next. There is plenty of pain waiting for you in the next life. I don't know why you are so greedy for it in this one. <laughs> your Majesties. This is your gladiator. It is. I have the trust. Of the Emperor. It will clear my path to the throne. You will be my instrument. I will never be your instrument. <laughs> in this Six, life one, or the one. next. You take your father's strength. His name was Maximus. Shiva Gosh I'm not sure what Shiva the won't survive. You must help him. I don't fight for power. I fight the free road for men like them. Your name will be forgotten. To order, I must have power. Everything is forgotten in time. Empires fall, so do emperors. This is war, real war. The odds are against you. The odds are always against me. A vizes csatára kíváncsi vagyok. én is elmondom, hogy mi a zavaró-e számomra. No, are... Az orszárvó. Tudom, hogy ez a legfontosabb dolog, amit ki lehet emelni, ezért nézitek ezt a streamet, mert ilyen éles eszű, éles szemű, éles szemű, Gergő vagyok. What the fuck is this shit? So ez borzasztó minőségű animáció, és és a Ridley Scott rendre ezt csinálja az meg, hogy elkölti a pénzét, mielőtt elküldi posztra uh, az anyagokat. Én szerintem ezért kurva szarok az animációs munkák a, a Ridley Scott filmekben. Mert elkölti a pénzét, mielőtt odajutunk. Fél percig szerepel úgyis, Janikám, uh, fair enough. Ez most egy félig meddig vicc volt ezt kiemelni, de annyira szúrja a szememet, és nem az első hogy ilyen rossz minőségű animáció van, nagyon ronda. Elmondom, hogy mi az én megérzésem, ez szerintem egy Ridley Scott film lesz. Ez egy mostanában leforgatott Ridley Scott film lesz, amiben a Ridley Scott, mint rendező közreműködött, és ezért ez egy Ridley Scott film lesz. És mind tudjuk, hogy mostában milyenek a Ridley Scott filmek. Szerintem ez is olyan lesz. De remélem, megint csak, ezt sokan fogják megnézni, minden apuka elviszi a gyerekét. Kíváncsi vagyok. Ja nem, hány, ez 18 pluszos lesz? Csak nem. ez Biztos, hogy nem. Biztos, hogy nem. Uh... Rated R? R? R. rated lesz? Oké, okay. akkor nem viszed a gyerekedet, valljuk be, viszed a gyerekedet. Fair. Greg, szerinted mitől függ, hogy ki, kit kap fel az industry? Uh, Jenna Ortega, Pedro Pascal, stb. Uh, csak hype meg a színész személyes brandje számít? Nagyon-nagyon, <kül> ez érdekes kérdés. Uh, a Minél fiatalabb a színész, annál biztosabb hogy elég prominens erők vannak mögötte, akik megpróbálják betolni a közérdekbe és a köztudatba. A Pedro Pascal az nagyon sokáig kaparta a falat, mire sikeres színész lett, mire elérte azt a szintet, hogy most már tényleg világhírű, és el lehet vele is adni filmeket. Én nem gondolom, hogy a Pedro pascal specifikusan egy sötét sejtelmes entitást tolta be az arcunkba. A Jenna ortega biztosan rengeteg olyan sztárgyár van, ami specifikusan azzal foglalkozik, hogy új fiatal talenteknek egyengedi a karrierjét. Ö... Szerintem, szerintem, ja, ez, ez egy minél fiatalabb valaki, annál inkább meghatározó a mögötte lévő hozási rendszer sem, mint az ő tehetsége. Tehát a General a, a sokkal népszerűbb annál, mint amilyen tehetséges. Vagy sokkal népszerűbb annál, mint amennyit letett az asztalra. Fiatal színésznő most kezdi a karrierjét, nyilvánvalóan még nem tudott annyit letenni az asztalra, de lett egy nagyon sikeres projektje, amit véletlenül egy nagyon sikeres rendezővel tudott leforgatni, stb. stb. Pedro Pascal szerintem megdolgozott érte. Pedrot és Jenát is egy-egy konkrét sikeres szerep emelte a státuszba. Ez nem feltétlenül így van, ez nem feltétlenül így van, mert Jenna Ortégának egyetlen egy darab sikeres szerepe volt. Pedro Pascal viszont nem lett egyértelmű főszereplő, még a trónok harca után sem. Na most ez nem gondolom, hogy ettől Pedro Pascal jobb ember, mint Geno Ortega, ne értsetek félre, de a sztárgyár alapvetőleg fiatal, a fiatalokat jobban tudja befolyásolni, mint az idősebbeket. Ugye a Disney csinálta ezt kurva jól, hogy véletlenül a Mickey Mouse klubból mindenki híres lett. A Justin Timberlake, a Christina Aguilera, a Britney Spears, ezek mind ugyanabban az egy darab műsorban szerepeltek baz meg. És a Nickelodeon az is nagyon sokáig egy gyerek sztár generáló gépezet volt, ami aztán megpróbált őket átsegíteni a felnőtt területre, ugye ezt csinálták a Hannah Montanával. Ryan Gosling is ugyanabban a csapatban tartozott pontosan. Igen, igen, igen. Szóval, hogy, hogy Miley Cyrus-szal is ezt próbálták csinálni. Miley Cyrus az valójában kiverekedte magát a Disney hatás köréből. de de, de ennyi a különbség, ennyi a különbség. Tehát egy, egy, egy idősebb embernek nehezebb ilyen aktivitású támogatást találni. Ki az, aki ránéz egy 36 éves férfirel, mint én vagyok, mondjuk, én próbálok már egy ideje, próbálkozom egy jó szerepet kapni, és azt mondja, hogy oh shit, az meg investáljunk milliókat abba, hogy a szírmainak felfutassuk a karrierjét. Érted? Nem, ránéz a geno Ortégára, a, a, nagy gomb szemeivel ott pislog, azt mondják, hogy ő, ő jó tesztelt, mint Wednesday, meg gondolom jónak találja a szerepre a Tim Burton, és akkor azt mondják, hogy jó, persze, oké, akkor ez, ez jó fog működni, ez jó sikerült, rendben, Imádták a gyerekek, oké, okay, akkor rakjunk mögé menedzsmentet, rakjunk mögé szerepléseket, írjunk neki könyvet, sokkal jobban alátámasztják. Na, nem ragoznom tovább, érted, hogy miről beszélek. Kebab ezt Egyébként ezt csinálja. Very true. Keb... De kebab a streaming karrierém tartja életben. <laughs> kebab segít abban, hogy ne egy teljesen üres irodába költözzek be Januárba. Durva lesz az meg az addig időszak, úgyhogy ja, Na, nem baj. Nagyon jó lesz, nagyon lelkesítő lesz. Új, alig várom. Új kamerát is próbálok összeszerezni, hogyha mindenki van fizetve a felújításoknál, akkor az lesz az első, hogy a, a hírügynökség kamera az megmarad, viszont, viszont ez lesz a Nudli kamera, erről sokat beszéltünk, és szerintem azt fogom csinálni, mint a, a VR-ék, hogy bekötök egy normális kamerát főkamerának. Nem tetszik nekem a színe. Már én úgy gondolom, hogy ennyi év streamelés után szintet kell lépnünk. Úgyhogy ez lesz a következő. Pudó, az Hát mi van, punaz? Mi van? It's the punaz, everybody. Kevé, Kevésszer van életben, de akkor abszolút. Milyen helyzet, kislány? Nagyon, nagyon csinos vagy. Gratulálunk hozzá, hogy kiheverted a rengeteg, rengeteg küzdelmet nélkülem is. Aludj jól. Alright. It's noodly time. Alright. Uh, Nosferatu Trillet már néztünk. Sokan kéritek, de az már volt köszönöm szépen, Tamás Boy. Menendez Brothers. Na, zárjunk akkor valami, zárjunk egy igazán depresszív alkotással? Abszolút benne vagyok. Menendez Brothers. Aki nem tudja, hogy kik azok, már én is elfelejtettem, az melyik, ők kitöltek meg? Ő ők valakit nagyon megöltek. Jaj, ők, voltak az elsők, akik ilyen nagyon jó képűek voltak, és a csajok oda szüleiket ölték meg, és a csajok oda voltak értük, mert nagyon szexik. Ők voltak azok? És, ú, most van ezek szerint egyszerre van dokumentumfilm, és élő szereplős, melyiket akarjátok? Melyiket akarjátok? Melyik a szexibb? Te elég jó képűs srácok. Meg kell hagyni. A doku? Doku, doku, élő szereplős, doku. Oké, nézzük meg a doku. Ezt tudjuk meg, hogy ki... ki Everyone asks why we kill their parents. Maybe now people can understand the truth. My name is Eric Menendez. My name is Lyle Menendez, calling you from uh, Donovan Correctional Facility. Ooh. Lyle was the only person that had ever protected me. What happened that night is very well known, but so much hasn't been told. If anyone had written this for a script in Hollywood, the Hollywood people would have gone, no way. The Menendez case is one of the most infamous criminal trials in America. The brothers accused of the murder of their wealthy parents in Beverly Hills. It was like an incredible soap opera. Jose was a successful businessman. Kitty was the caring mother. Two boys emblematic of wealth and privilege. Why would you kill your parents? As the prosecutor, I knew it was plain old greed. It was a media spectacle from the beginning. So we were not the ones who told the story of our life. We looked like the perfect family, but behind the walls, something very wrong was happening. What did he do to you? <sighs> I'm sorry. Now there's the TikTok movement to free the menandai. there's a new generation nem, that's for the People are looking at the case with fresh eyes. Sőt, de a kikocsok nem tudják, hogy ők már nem így néznek ki. Sőt, <laughs> de aki az ő kiszabadításukért küzd, az nincs velet is találjuk már nem ilyen fiatalak. Don't commit this crime for money. There's people that believe I should be judge, Mr. Turan, he was going to get a conviction. These kids went through some horrible things. I'm telling you now it's all fake, and if you don't know it's fake, that pisses me off. There is no evidence saying they're not guilty. We would much rather lose the murder trial than talk about the six secrets of the family. Tele, okay, okay. One thing is I choose I think this is the one Mint. Végső információ. Ne, miért néztek ti ilyeneket, srácok? Miért néztek ti ilyeneket, bazmeg? meg? Én, én senkit nem ítélek el a szórakozási formái miatt, de én ezt sokáig nézném, bazmeg, meg, én minden szomszédomtól rettegnék. Zöld lámpás casting hír, már is nézzük. E, e, jól, egyébként valószínűleg meg fogom nézni, mert érdekelnek ezek a dolgok, de

and I killed our parents together, so I'd say that makes us pretty close. It's up to us now, right? And they would be proud of us. They would be proud of us. Nem vagyok hajlandó. Én nem vagyok nézni. Én nekem ebből van. Én Nekem forog a gyomrom a gondolatra is, hogy ebből egy vidám, szórakoztató tartalmat csináljunk. Bazdik, ezek elcsavarják az emberek agyát. Én a dokumentumfilmet fogom megnézni, az nagyon érdekel. De hogyha most megint szexivé teszik, bazd meg, ha megint, szexi, ha megint trendingelni fog a Menendez did Nothing Wrong. Én ezen kivorulok. Nem lehet egyszerre egy releváns, fontos dialógust tartani ezekről a problémákról, és szexi zenére felvonultatni a Menendez testvéreket. Nem lehet, mind a kettőt. Nem lehet, mind... én ezt kikapcsolom. Én, én, én ehhez túlkeresztély vagyok. Nézzük a, a zöld lámpás castingot. Green Lantern. News. Én, én nem, én nem, én soha, én nem akarom látni, a, a Dahmer ez fasza volt. A Dahmer ez megfelelően kibaszott undarító és guztustalan volt. Én szexi, nem, nem, én ezt nem, én, én nem vagyok hajlandó. Emlékezz, de most volt, nemrég volt az a srác, akinek gyönyörűséges, égszínkék szemei voltak, és ott megint a TikTokon kampányoltak, hogy ne ítéljék el 25 évre a srácot. A srác milliómos család sarja, gyors hajtotta, mit tudom, milyen sportkocsiába, és megölt egy anyát és a csecsemőjét, akik tolták át egymást a, a zebrán. És csak ők ott sétállt, de a srác az izé, ment gyorsan a kocsiával, és elgázolta mind a kettőt, megölte őket azonnal, és egy hatalmas kampány mert volt, hogy, hogy ne kapjon 30 évet a gyerek, mert tényleg gyönyörűséges égszínkék szemei voltak. Szóval itt, itt, van valami, amivel nem nekünk kell foglalkozni. Jó, van nosferatu -ért megőrültek. Értem, értem, meg fogjuk nézni, meg fogjuk nézni. Még kicsit tovább tartom a streamet. És amikor elítéltek, hogy meglepődött, ugye csak a neve nem jut eszembe. Neve nem jut eszembe, bazd meg. Á, valaki, mondja el, és akkor megnézzük a, 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 a Nosferatu trailerét. Hogy hívták? Na mindegy, addig ki kell a Nosferátut. Hmm, ez valamiért a csajok részére is működik, aki csinos, az többen pártfogásuk beveszik. Kérlek szépen, ez Női oldalon egyértelmű. Ez mindenki két oldalon egy magától értetődő dolog. A szebb embereknek több dolgot megengedünk, és jobban kedveljük őket. Csak eddig a csajokat nem engedték annyira szóhoz jutni, hogy ilyeneket ki tudjanak fejteni. De a Sidney Sweeney teljes karrierét arra építi. <gül> Például. <gül> Aj, basszus. Na jó, én ezt nem, addig nem fog tudni tovább menni, ameddig ezt nem tudjuk meg. OCD Gergő, hogy hívták? Azt mondja, hogy... Ö... Uh, cause mother modern baby. Street racing. Már tudja Google? Már tudja Google? Itt van, itt van, mutatom. Gyönyörű. Gyönyörűséges szemei vannak. Mondjuk egy pszichopata arca van, az kétségtelen, de gyönyörűséges arca van, és itt van az anyuka, és a, őket kell inkább mutatni, itt van az anyuka és a gyermek, akit sajnos elvesztették az életüket, mert ez a faszfej, ez elgázolta őket. És érte ment Cameron... Cameron Herin, Aha, Cameron Herin. Na mindegy. Szóval, hogy értsétek, ezt a nőt és a gyereket megölte, viszont olyan fucking gyönyörű szemei vannak, hogy kampányoltak, hogy, hogy Naj, ne, engedjétek már ki, hagyj fantáziájunk arról, hogy járhatunk vele. Nem, nem, nem inkább ijesztő, nem. A, a, para, para, az, az ijesztő férfi, az tud nagyon szexi lenni. Ezt, ezt meg, ezt a Twilight óta tudnatok kéne. Az tök mindegy, hogy <laughs> tök mindegy, <laughs> jó ideig tök mindegy, hogy hogyan néz ki. Hogy mennyire ijesztőnek néz ki. Na, uh, megyünk tovább. nos t kértétek, megkapjátok. Uh, Focus Features, ez lesz az. Come to me. I never shared my secret with any soul. You have had this spell since childhood. Tell me what you can from the beginning. It is like a dream. It was our wedding. When we turned around, everyone was dead. the of their was, me was But never so Van -e egy kérdésem, álmunkban érzünk szagokat? Mondta, hogy a... Van egy álma erről, és hogy a... Aha, oké. Okay. Van, uh, tudunk álmodni szagokról, de nagyon kevesen teszik ezt. Mondtam! Érintéseket is, az tök mindegy. Nem erről van szó, itt az érzékszervekről van szó. Igen, igen, ADHD Greg újabb kalandra indul az interneten. Uh, csak mert, oké, okay, szóval ez egy nagyon ritka dolog. Mert azt tudom, hogy persze érintések, igen, bla, 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 bla a, a, nagyon sok érzékszervünket regisztráljuk álmodás közben, én, én, én szagot sose éreztem. Na most már tudom, hogy miért. A legtöbb ember nem regisztrálja a szagokat. Oké. Okay. Only you can redeem us. He is coming. There is a devil in this world, and I have met him. But you could never please me as he could. Yeah, okay. Okay. <laughs> Oké, okay, akkor, akkor, akkor menjünk bele egyenesen, így van. Jó. Ó, oh, híres kinyúlás. Jaj, nagyon jó. Nagyon jó. I'm ready. Júj, de geci jó ez a shot! Júj, de geci jó ez a shot! Oh, művészet! Art! Jaj! Jaj! Hollywood mindig csak a képregény szarokat gyártja. Fuck yeah! Fuck yeah! Azért, azért, örültem neki, hogy ezt a szexuális vonat behozzák, mert a halál szex, ö, vámpír szex dolog, az, az kicsit elbagad, itt pedig azt szerintem ez egy nagyon fontos dolog, ami ennek a, a szimbolikai világát érinti. És, ja, nem módszkodik ez a film, ö, úgy isteni igazából belemenni ennek a mítosznak a mélységébe, Tetszik. 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 Örülök, hogy megnéztük. Én nekem az előző tréje markánsan jobban tetszett. Ez a trailer azt a feladatot szolgálta, hogy a átlag narratívát kommunikálja, hogy ne féljenek az emberek elmenni megnézni ezt a filmet. Fair enough, helyes marketing stratégiai döntés, egyetértek vele. Kell. Na jó, Greenland, oké, gyerekek, örök itt leszünk, mert annyi kérésetek van, örökké. Megnézzük gyorsan Green Lantern-t, hogy mik a hírek. Kyle Chandler, Set to Stars, Hell Jordan. Honnan rémlik ez a gyerek? Honnan rémlik ez a gyerek? Ő az, nem? Oké, okay, az azaria filmen zárunk, az az utolsó. Kyle Chandler, ki, ki, ki a. Honnan ismerős ez a gyerek? Honnan vagy ismerős? Ó. 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 Nem. Nem! Nem lehet ő a Hal Jordan. Ez kamu. Ez kamu. Ez kamu. Nem! Mi? Miért a zöld láb? Hány éves vagy te, szutyok? Hány éves vagy? Bocsánat, nincs vele, nincs a srác a bajom. Nincs a srác a bajom. What the fuck? Mit csinálnak ezek a dc megint? Mit csinál? Bocsánat, srácok. 59 éves férfi. Sexy. Vonzó. Erős akár. Azért nem egy új képregény univerzumnak a az egyik legfontosabb hőse. Motherfucker, hagyjál már. Hát Jordan, ez mi 30 kéne, de ugye a, a szuper. A szu, kétszer annyi éves lesz, mint a szuper. <laughs> kétszer annyi idős lesz, mint a szupermentje. Á, várjatok, kezdem érteni. Kezdem érteni. Kezdem érteni, hogy miért. Nem tudom, hogy miért nem tudom ezt leírni. Kezdem érteni. Úristen, milyen, úristen, de kurva volt. Most, hogy feldobta ezt a képet, a fizikailag rosszul lettem, bazd meg. Annyira örülök, hogy ennek a nyomornak vége. Ö Nézzük meg ezt. Hivatalos fotó. Oké. Okay. Következő mi okból kifolyólag érzem azt, hogy ez működhetne. A Flash nem lehet idős. Wonder Woman nem lehet idős. Arra még abszolút nem érett meg a társadalom. Batman kora középkorú, de még ő is, ő is inkább felnőtt. Ilyen 40-es, 40 pár éves lehetne idősebb, de nem kezdünk azzal. Tehát Old Batman az, az helytálló, de az ne, nem azzal nyitunk. Tehát itt van két fiatal, mindenképpen fiatalnak kell lennie, egy valaki, aki kora középkor, de inkább felnőtt korú. Kapunk egy fiatal szuperment, ami fair. Ki lehet idős? Mert én azt értem, hogy ne legyen mindenki ugyanaz a, ugyanaz a 15 éves életkorban, érted? Tehát a zöld lámpás lehet idősebb, a Martian lehet idősebb, Martian Manhunter talán lehet idősebb, de ő se szakállas. Tehát szerintem maximum az Aquaman és a lámpás lehet korban igazán eltérő az eddig megszokottaktól. Így értem. Így értem. Tehát ez azért eléggé geci, nagyon betegnek hangzik ez az 59 év, de ha belegondolsz, hogy én ne legyen már az, hogy mindenki ugyanúgy ilyen, ilyen, fiatal vagy felnőtt. Ez, ez, én, én, én ezt értem. Én ezt értem akkor menni simán egy idős királyként, az boss, és igen, és ő meg is van alapozva, most nem a képregényekben megyek, úgy általában a dinamikából indulok ki. A flashnek, flash dinamikája az fiatalos. A Wonder Woman-nek az alakja fiatalos. Tetszik, vagy nem bazd meg, a Wonder woman egy fiatal nő fogja szerintem örökre játszani. Ez, a társadalom nem érett meg arra, hogy elfogadjon egy idősebb nőt ebben a szerepben, ezért még sokat kell dolgoznunk. De a lényeg, de a lényeg, mondjuk én gecire adnék egy idősebb Wonder Woman-t. Én nagyon, én most belegondoltam, én nagyon adnék egy idősebb van, de majd mindegy, Lényegy. Lényegy. Ők fiatalok lesznek, Batman és Superman mint a fő, fő szereplői ennek az egész bagásnak, Nem igazán lehetnek nagyon öregek, úgyhogy ja, rájuk marad. Martian Manhunternek nek a kora az ilyen kortalan, mert ő zöld lesz végig, Rem ajánlom, hogy zöld legyen. Úgyhogy ja, ez a kettő lehet öreg. Én fulladom, hogy hogy ha, Jordan 59 éves, és az 59 éves így tekintve azért nem vészes. Kifejezetten örülnék egy Milf Wonder Woman-nek. Én, én úgy általában nagyon szórakoztatónak tartom azt, amikor törékenynek, vagy idősnek tűnő karakterek hatalmas erővel bírnak. Vaj, akár nő, vagy férfi kurvára szó, jól szórakozom azon, mikor valaki egy filmben úgy néz ki, mint egy törékeny öregapó, és oda mennek a gonoszok, és előhúzza a shotgun és mindenkit elküld a kurva anyába. Ez a fajta dinamika csavar, ez engem mindig nagyon szórakoztat. Én abszolút el tudom képzelni ezt. Két lápásuk lesz. Kettő. Ja, hát pe... Jaj, ne! Ja, értem. Ja, értem. Miért hagytok ilyen okos dolgokat mondani, hogyha ennyire alaptalan? <laughs> Szerintem tök okos volt ez a megállapítás, de itt semmi alapja nincsen. Jó, két lámpás felé nap, átadják, értem, értem a Hell Jordan, meg hogy hívják a másikat? Ja, ezeket mindig. hogy hívják? Kyle Garner John Stewart. Tényleg? John Stewart? Oké. Okay. Na mindegy. Ö, és én egy kicsit sajnálom. Egy kicsit sajnálom ezt. Most, így kiderült. Remélem, hogy az Aquaman az egy idősebb színész lesz. Remélem, hogy az Aquaman egy idősebb színész lesz. Ja. Ez a Justice League ez felnőtt emberként már nem szórakoztat annyira, mint gyerekként. Meglátjuk. Nagyon remélem, hogy jó lesz a DCU. Ja, egy rossz híreket hallok, de nagyon szurkolok neki. Nyomozni fognak a földön remek. A Green Lantern szerintem az egyik legszarabú megvalósítható élőszereplős karakter. Egyszerűen az ereje és a képességei azok annyira comic bookhoz köthetőek. Tehát nem az, hogy valaki nagyon erős, nagyon-nagyon, ú, geci menő fegyverei vannak, hanem a gyűrűjéből kijövő fény különböző dolgokká tud átalakulni, amit csak ő el tud képzelni, szóval nehéz, nehéz, jelentős kívás modernizálni a Green remélem sikerül nekik. Nem Aquaman, Aquadé, ez, ez vicces volt, ezt meg kell hagyni. Alright. Srácok, érzem, hogy eljött a stream vége. Szerintem ti is érzitek. De az év csak most kezdődik. Holnap Ford, megyek, lefotóztatom magamat a Forbes-ba, mert egy ilyen hatalmas sztár vagyok, és utána eljövök, és beszélgetek vele, Mesélek nektek a kaminóról sok remek, Remek történetem van. Uh, le fogjuk fektetni a hivatalos stream menetrendet. Egy, egy, pár hétig szerintem biztos, hogy labilis lesz, ameddig kitalálom, hogy pontosan mi az, ami mindig belefér. De arra számíthatok, hogy hétközben lesznek streamek, de ugyanígy este. Uh, tehát a Camino stream kezdjük. Lesz Va uh, Space Marine 2. Up -up és megnézzük, hogy a Stardew-t is folytatjuk, megnézzük, hogy mit akarunk csinálni jövő héten. Köszönöm, hogy itt voltatok, örülök, hogy ennyien újra visszacsatlakoztatok. Köszönöm a rengeteg támogatás, feliratkozást, csírt és szabot és mindent. Nagyon-nagyon hálás vagyok érte, srácok, mind megy a malac perseibe. Holnap jön a Stardew Valley videó, hogyha a vibe tényleg sikeresen megvágta ma, úgyhogy majd látjátok, hogy ezek hova mennek. Köszönöm, hogy újra itt vagytok. Nagyon megnyugtató, nagyon jó újra itt lenni. Ölellek titeket, aludjatok jól, jó és Jövő héten találkozunk.